Minden héten volt egy nap, mikor a nevelőnő átvitte a gyermekeket ebédelni a tanyára. Ezt a pár rendelte így, szigorúan ügyelt, hogy feledésbe ne menjen ez a szokás. Ezek a napok többnyire, ha különös akadály nem zavarta, csütörtökre estek. Délelőtt tíz órakor befogott valamelyik kocsis a jártató szekérbe, a lépcső előtt már várták a gyermekek, Felültek a nevelőnő közből, mellette két oldalt Gáborka és Margit, Istvánka pedig a bakon. Olyan volt ez, mint egy érdekes és szép kirándulás. Végig zörögtek a falun, látták az olápap kertjét, a jegyzőirodát, a postát, a boltot, minden nevezetességet a falunak, integettek Piroskának, aki az ablakban könyökölt rendesen, s a zsidó gyerekeknek, akik maszatosan álltak és bámészkodtak valahol a bolt környékén. Aztán leértek a rétre, elhagyták az országútat, átdübörögtek a patak hídján, s már a nádasnál voltak. A nádas nyáron zöld volt, ringott és suhogott, és amikor lépésben ment a szekér, hallani lehetett a nádirigók vidám perlekedését, és a gerléket, ahogy a sűrű fűszfák ágai közt álmosan borukkoltak. Ősszel barna volt a nádas és vizes, és látni lehetett a szélén nagy zöldfejű vadgácsérokat, ahogy a nyakukat nyújtogatták. Télen halott volt és mozdulatlan, emberek tapostak benne, ösvényeket és nyulak, s aztán levágták az egészet, és olyan lett a helye, mint valami rét vagy szántóföld, sima és jelentéktelen, akár a kopasz ember feje. Tavasszal, mikor a víz újra ellepte, és növekvő láncsák halványzöld csúcsai emelkedtek sűrűn, akkor ismét megtelt érdekes élettel. A vízben bíbit sikongott, vadrucák úszkáltak, a parton nyújtott nyakokkal állottak a szürkegémek, s a füzesben visongva csapdostak le régi fészkükre a réti héják. Ilyen volt a nádas, mindig új és mindig érdekes. Odába, hogy vitte őket a szekér, minden csütörtökön felcsillant a tó. Néha kéken, mint egy nagy csöpp, halovány tinta. Máskor csillogva, akár egy üvegdarab, majd fodrosan, színeket törve, szeszélyes játékkal, dombokat tükrözve, fákat, vetéseket, legelőt s a csordát. Közepén búvár úszott bóbítás fővel, fehér mellénye messzire csillogott a napban. Vadrécék szálltak át fölötte, halász, saskeringet vagy nagy, lomhagyé meg bódorogtak. A tó tele volt élettel, szabad élettel, kisé idegen, kisé titokzatos, embertől független élettel, és a gyermekek nem győzték nézni, csodálni, beszívni nyírkos, szabad tószagát. Ez volt a tó utána emelkedni kezdett az út fölfelé, a dombra. Már látszottak a tanya, házfödelei, a fák két egyenes sora. Aztán már látszottak a cselétházak, az istállók, az öreg diófa és a ház. Aztán már ott is voltak. Az öregek minden csütörtök délelőtt a diófa alatt ültek a vén muhás padon, s várták az unokákat. Ültek, s nézték az utat, mely az ismeretlen, újjá alakult világot a tanyával még összeköti. Nézték, és csak ritkán szóltak egymáshoz. Ez a bazsarózsa milyen szépen virít az idén lelkem. A méhek rajzani akarnak, szólottam Ambrusnak, figyelje! Ennek a Daninak megint beteg a felesége. Főzettem neki herbateját. Aztán lent a tónál megjelent a szekér, s többet nem beszéltek. Mikor a gyerekek fölértek, ők már ott voltak a tornácon, mintha nem is vártak volna semmire. – Na jó, ha látja a gyermek, hogy várják, mondogatta a nemzetes asszony. Előbb Istvánka ugrott le a bakról, megsimogatta a bozontos vén burkust, aztán fölment és kezet csókolt az öregeknek. A nevelőnő, egy száraz, túlbuzgó francia vénkisasszony, kényes kedve is ügyetlenül mászott le a hátsó ülésről, majd leemelte Margitkát és Gábort. – Elivu! – biztatta őket siránkozó hangján. – Menjetek, csókoljatok kezet! A két kisebbik, viháncolva, szaladt föl a tornácra. Gáborka egyenesen a nagyapjának esett, fölugrott rá, nyakába csimpaszkodott, akár valami kullancs. Margitka a nagymamának csókolt kezet, de közben fürge már az udvart leste, hogy merre van valami új, valami játszani, valami elrontani való. Föltipegett az idétlen franciáné is, köszöncs olyan volt, mint valami émeítő szirupasok kérdezéstől. Ó, hát hogy vannak, hogy alszik mostanában Madame la Comtesse? Ő bizony elég rosszul, mert így, meg úgy. Ó, hát a kézi munka megvan már, a Madame la Comtesse csupa szorgalom, ó, ebben a korban. És áradozott, míg varjasinét utol nem ért a bosszúság, és mérgesen elfordult tőle, mondván persze magyarul, amit a jó lélek nem értett. Sületlen vagy lelkem, mint mindig. A gyerekek szerették a tanyán, játszhattak magukra, csinálhattak, ami jó esett. Az öregek hagyták őket játszani, nem kérdezősködtek, nem nyaggatták, csupán a tornácról figyelték, melegedő szívvel vidám csivitelésüket, s buzgó franciánét is maguknál tartották, Bármennyire unalmas is volt szegény, hogy ne árthassa magát a gyerekek játékába, és érezzék ezen az egy napon jól magukat a tanyán. Majd futkoshat utánuk egy hétig megint. Csititgatta a nemzetes asszony, ha ugrani készült, hogy jaj, hol vannak azok a haszontalanok. Bár nem tartom helyesnek a folyton, a nyakán ülnek annak a gyereknek. Hadd fusson, azért gyerek, hogy csíntalan, hát Istenem! Ha rosszat tesz, meg kell verni a kölyköt, de elvitte az ördög az olyan gyereket, akinek csak jóságon jár az esze. Ilyeneket mondogattak az öregek ott fönn a tornácon, s a madár fejű vén kisasszony nem győzte csóválni a fejét szörnyúlkodésében. Ó, Istenem, Istenem, mondj ő, mondj ő! S magában mindannyiszor elrettent a két vén barbár középkori nézeteitől. A gyermekek szerették a tanyát, a nagy széles majorudvart, a csűrt, ahová jól sütött a nap, s ahol a padláson apró bagyok aludtak napközben. A ház fölé hajló nagy fenyőket, melyeken egész nyáron keresztül visítoztak a vércsék, a sűrű orgonalugast, a gyümölcsöst, hol alma volt, körte, málna, ribiszke és eper, s az öreg fákon nagy, zöld harkályok kopogtattak. Szaladgáltak az udvaron, a kertben, bújócskát játszottak, vagy egyebet. Mindig volt néhány déres gyerek, ügyes, életre való magyar kölyök, akik csatlakoztak hozzájuk a játékban, s ez különösen jó volt. Többen többfélét lehet játszani. Otthon a kasténál nem volt játszótárs, csak a kocsis fia. A többi cselét gyerek olá volt, bambán bámultak, s nem lehetett beszélni velük. Délben a konyha előtt meghúzták a harangot. A játék abba maradt, bár Gáborka folytatta volna sokszor, hanem Istvánka ilyenkor komoly arccal elindult a ház felé, és példáját kelletlenül követték. Istvánka komolyabb volt, nagyobb, érettebb. Megszokták, hogy ő a vezér. Ebédnél illedelmesen hallgattak és tűrték a vén kisasszony nyivákolásait, hogy ebben-abban igazgatta őket. Hogy ülő a széken, tartsa fejebb a könyökét, leves után nem iszunk vizet, siessen már Gábor, sosem lesz készen, ne bámulja a többieket, ó, oh, mondja ő, mennyi baj van ezzel a gyerekkel. Ezekben az ebédekben mindig olyan valami volt, ami kedvenc ételnek számított. Rántott csirke, vagy paprikás csirke, tehéntúrós gombóc, madártej, pánkó, kürtös kalács. A nemzetes asszony előző nap estéjén hosszasan megbeszélte a szakácsnéval ezeket az ebédeket. Ebéd után nem kellett lefeküdni, s ez nagy dolog volt. Nálam ilyesmi nincsen, jelentette ki a nemzetes asszony. A gyerek aludjon, étszaka, Feküdjön le korán, nappal mozogjon, szaladgáljon, használja ki a napot. Így nevelik a rest embereket ezzel az ostoba divattal, délutáni alvást. Kihallott olyat egészséges embernél. Nappal dolgozni kell, nem lustálkodni. Alvásra az étszakát adta az Isten. Öste nyolctól reggel hétig bőven kialudhatja magát a gyerek, nem is tud annyit aludni. Felkelhet már hatkor. A nevelőnő szörnyülködött, merezdgette a szemeit ennyi barbárságon, de a gyermekek azért ebéd után kiszaladhattak az udvarra, s folytathatták a játékot, ahol elmaradt. Eleinte csak bújócska járta, fogócska, s ilyesmi. De később, ahogy az esztendők haladtak, Előbb a pandurjáték, aztán a háborús nyilazás és fészek kutató kószálás a tómenti berkekben. Aztán fürdés a tóban nyáron. Csónakázás, vadrécelés. Istvánkának már kis puskája volt, s büszkén hordta haza a vadrucákat. Ahogy a gyerekek nőttek, s iskolába kellett menjenek, hosszú időn át üresek voltak a csütörtökök. A két öreg kiült a diófa alá, ültek s beszélgettek lassú szóval az unokákról, kik budapesti intézetekben készülnek az életre. Bizony az életre. Amelyik jön s megy, s megállítani nem lehet. Ültek, s beszélgettek róluk, teregették az emlékeket, mint száradni a vásznat a nap alá. Aztán az emlékeken keresztül vizsgálgatták a jövőt. Ez ilyen lesz, ha felnő, az olyan. Istvánkát szerették legjobban a három közül. A nemzetes asszony azt mondta rá, ez fog hozzám hasonlítani. Szorgalmas lesz, pontos, kötelességtudó. Gábor, léha, garázda nagyapjára ütött. Az csak prédikálni fog, és nem lesz komoly munkára képes. Esze egyik percben, itt van másik percben, máshol. Ha valamivel belekezd, hamar elhagyja. Az öreg úr ezt mondta. István, az hasonlít hozzám egyedül. Szereti a természetet, a fákat, a madarakat. Békés, nyugodt, józan gondolkodású. Kiskorában is megfontolt volt mindig, okos és engedelmes. Szeret egyedül lenni, gondolkozó ember lesz. Gábor kínozza az állatokat, megvagdossa a fákat, lármás, nyugtalan, mindent hamar megmos, sose tudja, hogy mit akar. Margitkáról nem részletezték véleményüket. Kedves, ügyes, talán lányhoz mértem, túlságosan csintalan. Haszontalanságokon töri mindig a fejét, de lány, hát nem sokat jelent. Elviszik a családból más családba. De a két fiú, azoknak a jövőjén gondolkodni kell. István minden esetre gazdának való, szereti a természetet, józan, szorgalmas, komoly. Övé kell legyen a vagyon, ő is az idősebb. Talán. Ha már ők úgyis hamarosan meghalnak, reá lehetne hagyni a tanyát. Ide költözhetne, talán megszeredni, itt is maradna, folytatna a munkát. Bizony-bizony, milyen jó lenne, akkor nem veszett volna minden kárba. Gábor az legyen hivatalnok. Vagy katona, vagy politikus, ha bírja észszel. Mehet a közigazgatáshoz. Apja úgyis ezt a hivatást tartja a legfontosabbnak, Hát akkor szánja oda az egyik fiát. Persze nem a nagyobbikat, azért kár lenne. Majd Gábor az jó lesz arra. Vár igazgatni, ország dolgaiba beleszólni. Még vihetné is ott valamire, mert fürge észjárása van, csak éppen dolgozni nem szeret. Így szövegette a tervet a két öreg, hosszú-hosszú estéken vagy csütörtökön délelőttön könt a diófa alatt, míg fáradt szemük megszokottan az utat nézte, amelyen nem érkezett senki. Lassan elrendeződött, tudattá alakult, hogy Istváné lesz a tanya, megházasodik és ide költözik, s ő folytatja majd azt, ami abba maradt, a munkát. Munkát a földdel, s munkát a néppel, s szerte kallódó magyarokkal, kikkel ebben a cifra újrendben alig-alig törődik valaki lassan olyan is lett egészen, mintha már is István Káé lenne a tanya. Ők csak addig ügyelik, míg Istvánka fölnő. Akkor majd átadják, és félreállnak pihenni. Vakációra, ha hazajöttek a gyerekek, már meg se várhatták a csütörtököt. Kocsit küldtek Istvánkáért a kastélyhoz, s Istvánka jött boldogan. Végigvitték ilyenkor az istállókon, megmutatták a szaporulatot, csikót, borjat, bárányt, malacot, megtanították rendre a tehenek neveire, kocák neveire, elmondták, hogy ennek melyik volt az anyja, annak melyik volt, ez mire jó, az miért. Lassan adogatták már a tanyát ilyenkor. Esténként nyárúton, az öreg úr levitte Istvánkát a tóhoz, megtanította neki a leshelyeket s a régi elhalt mózsi bátitkait. Itt húznak a legalacsonyabbra a rucák, ott jön ki a róka, ha terelik, tavasszal ezen a réten ívnak a csukák, meg annyi nélkülözhetetlen tudomány az életre annak, aki itt akarja leélni a dombon. És Istvánka szerette a tanyát. Fél órán keresztül elnézegette nagyanyja mellett a borjakat, a hízókat, amint mosvékukat ették, kérdezte a teheneket, ez mennyi idős? Az, melyiknek a borja? Az mikor ellik le? Meg a földeket. Ide mit vettek? Oda mit? Itt mi volt tavaly? Mikor trágyázták meg? Mikor fogják megtrágyázni újra? Vagy állt nagyapja mellett a nádas széliben és kérdezte. Ugye ez a nádi ami így szól? Ez meg a poszáta? Hát ez mi? Haris? Az ott ugye Pergőruca? Susogott a nádas ilyenkor mellettük, s valami békés, lágy hangulat ömlött végig a tavon és Istvánka úgy érezte, hogy sehol másut a világon nincsen ez így. Ilyen szépen és ilyen megnyugtatóan, ennyire tele élettel, és mégis ilyen békességben. Az öreg úr pedig arra gondolt, hogy jöhet már az idő, akkor mindent által kell adni. A tó hullámainak szelid locsogását, ahogy a partot verdesi, a suttogást, ami kél a nád közt, ha megérinti az esti szellő, az ég bársonyosan szelít szép színét, mindent. Van már, aki mindezt átveszi, s a tudományokat, amik ezzel járnak, hogy merről fú a szél, ha másnapra eső lesz, hogy mit jelent, ha vörös az ég alja sokáig megnapjukta után. S hogy melyik tocsogóra húznak ki este szívesen a récék. Mert fontos, és nagy dolgok ezek mind. Annak számára, aki élni akar ezen a tanyán békés, nyugodt és emberhez méltó derűs életet, fontosak, sok mindennél fontosabbak talán, az ember nem is hiszi, csak a távolról tekint az életre vissza, hogy milyen nagyon fontosak ezek. Egy estiles emléke, amikor az alkonyodás különösen szép volt, s a nyár szagai szétterültek a szellőben, amikor a tücskök s békák zsongása lágy volt, és tökéletesen egyező. Egy ilyen estének az emléke tovább él, mint sok minden más, amikor fontosabbnak látszott akkor. Mert mi fontos? Az élet. Más semmi, csak ez az egy, az élet. A nyugodt és megelégedett élet, melyben az ember békét köt önmagával és a világgal, és nem vágyik sehova és semmire még arra sem, hogy teljék az idő. Ezt talán boldogságnak lehetne nevezni, pedig nem az. A boldogság már nyugtalanító és aggodalmat ébreszt félelmet, hogy egyszer véget ér. A nyugalom az maga a végtelenség, bölcs, szelíd és emberséges élet. Úgy folyik, hogyha közben véget érne, nem is venné talán észre az ember. Ilyen életet kért az Istentől, ott a tópartján öreg Varjasi István az unokájának. Amilyen neki nem jutott, csak egy-egy percnyi kis ízelítő belőle, mert az élet akkor küzdés volt és bajnoki torna, azután pedig csalódás és bánat. Istvánka szerette a tanyát. Nyáron, mihelyt hazajött az intézetből, kis szürke lován naponta átlovagolt, vagy lesétált Flóbertjével a tóra, becsúszott a halászok luntráján a nádas tocsogói közé, s leste órákon át a mocsár életét. Izgalmas, szép kószálások voltak ezek. Olykor zsebébe rakott egy darab kenyeret, s délre is ott maradt. Vagy fölment ebédelni a tanyára. Ilyenkor az öreg úr hosszasan beszélt a madarak életéről, és a nemzetes asszony kézi munka mellől figyelte őket, s néha észrevétlenül elmosolyodott. Istvánka szerette a tanyát. Magányosság után vágyódó természete jobban otthon érezte magát a tanyai házban, mint a kastély Lármás életében, hogy a növekvő Gáborral és Margitkával együtt az a is egyre nőtt, a csintalanság széles tréfákká változott és fölkavarta az életet. Azok ketten nagyon összetaláltak. Lassan elvadultak a tanyától, unták, s a csütörtököket sem tartották már be. Mikor aztán Gábor az egyik nyáron lelőtt a tanya fenyőfájáról egy vércsét, a barátság végleg elszakadt közte és nagyapja között. Ez egy csütörtöki napon történt, ebéd után. Langyos augusztus volt, álmos csirkék kaparták a gyepet, a konyhában lusta hangon énekelt a cseléd, s a béres szekerek gabonát hortak be a szérűbe. Istvánka az almafák alatt hevert a fűben, és Herman Otto könyvét olvasta a mezőségi tavak madarairól. Margitka a csűr mögött göröngyökkel dobálta a pulykakakast. Gábor új flóbertjével verebekre vadászott. A ház melletti nagy fenyőfán azon anyáron nyáron három vércsepár fészkelt. A vércsék odatartóztak a fenyőfához. Amióta a fenyők elérték a háztető magasságát, jó negyven esztendeje a vércsék, ott laktak mindig. Tavasztól őszig. Ők voltak a tanya leghűségesebb madarai a fekete rigók mellett. Mikor az első gyümölcsfa fehérbe bomlott, már megérkeztek. Rótták nagy széles köreiket a tanya fölött, visítozva kergették egymást, vagy ültek mozdulatlan komolysággal a fenyők csúcsán, s nézték a napot. Az öreg úr szerette őket. Nézte suhanó, sebes röptüket, ahogy vadászni jártak. Figyelte, hogy építik fészkeiket, etetik fiaikat, hallgatta a növekvő fiatalok cincogását. Gyönyörködött bennük, mikor röpülni tanultak, s később, ősz elején, alkonyat előtt, mikor végtelen türelemmel rótták a köröket a tanya fölött, készültek az utazáshoz. Sokszor elmondotta a gyerekeknek, hogy a vércse milyen hasznos madár. Ő pusztítja a mezei egereket, s ha nincs egér, akkor tücskökkel él, sáskával, meg bogarakkal. A nemzetes asszony sose hittel egészen, hogy a vércsék nem fogják a csirkét. A kárért, amit a héja okozott, mindig egy kicsit a vércséket is okolta. Az öreg úr ilyenkor újra meg újra elmagyarázta a vértség életmódját, s a hasznot, amit a gazdának hajtanak. Olykor civakodás is volt köztük emiatt. De azért a vértség mégis a tanya szent madarai voltak, s még gondolni se lehetett arra, hogy valaki bántsa őket. Azon az augusztusi csütörtök délután, mikor Gábor éppen az új flóbertet próbálta, Nyolc fiatal vércse üldögélt a fenyőn. Az öregek fönt keringtek magasan, vagy leültek a fenyő csúcsára. A fiatalok lentebb ültek az ágak helyén, néha röpültek, egy-egy kört visítoztak, tanultak a szárnyaikkal bánni, aztán újra visszaültek a fenyőre. Gábor megunta a verebeket. A kert felé indult, aztán megállt a fenyő alatt. Nézte a vércséket. Az egyik éppen szemben ült komolyan, mozdulatlanul egy alacsony ágon. Gábor sos előtt még vércsét. Körülnézett. Csak Margitkát látta a pulykák között, más senkit. Fölemelt a puskát, megcélozta a vércsét és elhúzta a ravaszt. A vércse megbillent, spuhán hullani kezdett ágról ágra. A többi fölrebbent a fáról, és visítozva keringeni kezdett. A vércse leesett a földre. Tompán puffant, aztán megmozdult, verdesni kezdett, és éles, cincogó hangon sírt. Gábor odaszaladt hozzá. A vércsének a szárnya volt eltörve csak. Szaladni kezdett, rémületében nagyokat szögdösött, de a gyerek utolérte és rálépett. Lába alatt tovább sírt a madár. Ebben a pillanatban élesen, mint egy ostorcsapás, felcsattant a nemzetes asszony hangja: Gábor, azonnal gyere ide! A fiú riadtan kapta föl a fejét. A nemzetes asszony a konyha előtt állt. Azonnal gyere ide! ismételte szigorúan. Gábor levette lábát a madárról, s vonakodva lassan megindult nagyanyja felé. Gyorsabban mozog, ha hívlak! De Gábor nem mozdult gyorsabban. Föltámad benne a dat. Otthon nem beszéltek vele ezen a hangon. Átra vetette a fejét, s még lassabban lépett. Miért lőtted meg azt a vércsét? csattant rá az öreg asszony. Nem megtiltotta a nagyapát, hogy vércsékre lőjél? Gábor szemtelenül megvonta a vállát. Marad még elég, felelte. Nagyanyja odalépett hozzá. Add ide a puskát. Gábor elvörösödött. A puska az enyém! A következő pillanatban pofon csattant az arcán. Aztán még egy, aztán a harmadik. Most pedig er egy nagyapádhoz, és kérj bocsánatot. Haszontalan, semmire való taknyos kölyke. Egy-kettő lódulj! Gábor arca vörös volt a pofonoktól és a mérektől. Megfordult és elindult, de nem a ház felé, ellenkező irányba. Gábor, nem értetted? Azonnal er egy nagyapádhoz! De Gábor nem fordult vissza dacosan ment előre szegett fejjel az istállók felé. – Gábor, azonnal gyere vissza, haszontalan dacos kölyke, úgy elbőröllek, hogy meghasad a bőröd. Taknyos csirkefogó, ha nem fogad szót többet, a szemem elére kerülj! Az istáló sarkánál Gábor visszafordult, kiöltötte nyelvét a nagyanyjára. Maga boszorkány, akkor lássam, mikor a hátam közepét. Azzal beszaladt az istálló mögé. A nemzetes asszony haragtól vörösen ment be a házba. Néhány perc múlva kijött az öreg úr, kezében lovagló korbács volt. Egyenesen az istállóhoz ment. A tehenek jászla mellett találta Gábort, patkányt lesett. Felugrott, mikor nagyapját meglátta, de nem volt hova meneküljön. Az öreg úr megállt előtte szigorúan. Aki a hasznos madarat meglövi, annak nem való puska a kezébe. Add ide a puskát. Gábor nem mozdult. Keze görcsösen markolta a flóbertet. A következő pillanatban lesújtott rá a korbács kemény ütés volt a gyermek felordított. A puskát hirtelen mozdulattal nagyapja felé fordította és elsütötte. A golyó az öreg úr füle mellett sövített el, és leverte a falról a vakolatot. A cselédek, akik a közelben voltak, csak a lövés pukkanását hallották, s utána sírást, jajgatást és tompa ütések hangját. Aztán az istállóból kijött falfehér arccal a nemzetes úr, kezében a korbáccsal. Oda kiáltott a kastébeli kocsisnak. Fogj be azonnal, és vidd haza ezt a gyereket, most, ebben a percben! Aztán nagy léptekkel megindult a ház felé, a nemzetes asszony a tornácon állott. Látta az urát haragosan jönni, hallotta, amit a kocsisnak kiáltott, de nem szólt semmit, csak az arcát figyelte. Régen, nagyon régen nem látta ilyen felindultnak. Az öreg úr feljött a tornácra, a korbácsot az asztalra lökte, egy pillanatra megállott és a feleségére nézett. Arca sápat volt, még mindig, és feldult. Rám lőtt. Nyögte kireketten. Az unokám. Borzasztó. Minka. Azzal bement a házba, és az ajtót betette maga mögött. Így történt. Attól a naptól kezdve Gábor nem jött többet a tanyára a szülők sosem tudták meg, mi történt azon a napon. Az öregek nem szóltak róla, csak megüzenték, hogy Gábor ne jöjjön többet. Erzsébet asszony megsértődött ezért az üzenetért és kárpódlásul az igazságtalanságért, még jobban kényeztette Gábort. Gáborral együtt Margitka is elmaradt a tanyáról. Attól kezdve már csak Istvánka járt oda, egyedül. Őt aztán annál jobban szerették az öregek, most már nyíltan is megmondták, az egész tanyát István örökli egyedül. Ő egyedül, és senki más. Erzsébet bosszankodott, mikor ezt meghallotta, a főispán vállat vont. Bogarasok az öregek. Istvánka pedig most már napokon át, a tanyán maradt néha. Míg Gábor is Markitka a szomszéd kastélyok gyermekeivel újabb meg újabb csínyeken törte a fejét, az alatt ő a tanyai gyümölcsfák alatt hevert a fűben, a régi könyveket olvasta, vagy az istállókat járta, vagy ült a tópartján és leste a vadrucákat. Ritkán barátkozott a szomszéd gyerekekkel. Éretlen tréfáikat nem szerette, unta örökös viháncolásukat, és nem érezte jól magukat köztük. A Pólömber kastéba nyaranta német rokonok jöttek, egész serek velük egykorú gyerekkel. A német gyerekeknek szamárfogatjuk volt piros szekérrel. Arra a szekérre kapaszkodtak föl néha tízen is, s úgy jártak újabb csintevések után. Egyszer Istvánka is velük volt egy ilyen szekerezésen. Anyja erőltette, hogy a vele egy korú szomszédokkal. Azon a napon bátony felé szekereztek. Sült pityókát dugtak a szamarak farka alá, úgy száguldoztak velük végig az országúton. Bátonyban, a falu végén egy öreg asszonyt láttak az árokban heverni. Rongyos, csúnya, vén-vén koldus asszony volt. A gyerekek megállították a szamarakat, s csúfolni kezdték az öreg asszonyt. Az nézte őket zavaros szemekkel, s nem szólt semmit. Erre dobálni kezdték. Az asszony néma maradt. Végül Gábor egy kővel a homlokán találta. Az asszony arcát ellepte a vér, fájdalmasan felkiáltott, aztán feküdt az árok alján, és zokogott. A gyermekek nevettek. Istvánkát elfutotta a méreg. Gábor, ha még egyszer megdobott, pofon ütlek. Gyertek, menjünk innen. Ez csúnya dolog volt. Gábor félt a bátyától, így nem szólt semmit, csak röhögött. A többiek elkomolyodtak, és lassan fölültek a szekérre. A falu felől egy gyalogos parasztember jött. Meglátta a síró koldusasszonyt. – asszonyt. Ne bántsátok szegényt, urficskák, mondta sze bolond. Igazán bolond? kérdezte Markitka. – Bolond, hát a szerencsétlen, már vagy hatvan esztendeje az. Bolond Ánának hívják. Lássák ott fönt azt a kicsi házat. Valamikor az övé volt. Ott lakott az urasággal valami bátonyi nevezetűvel. Akinek itt régen kastélya volt, azt beszélik. Kívül a falun, a mezőn, széliben kis düledező ház állott. Most kilakik ottan, kérdezte valamelyik gyerek. Az ember arca elborult. Senki. Csak a gonosz lelkek szoktak ottan találkozni, hol töltekor, szaka. A gyerekek megborzongtak. Gonosz lelkek? Azok. Kísértetek meg ilyen félék. Éjfélkor tüzet gyújtanak a házban, s azon égetik a szerződést, amit az ördöggel kötöttek. De az ördög csak nem hagyja el őket. Én is láttam egyszer a tüzet, nem beszéd. Azt mondják, annak a bátonyi úrnak a lelke is köztük van, aki miatt ez az asszony megbolondult. Elhagyta volt az úr. Öt gyerekkel. Gonosz ember volt. Elment. Azért nem nyugodhatik. Azon az éjszakán valamennyien a kísértetek házáról álmodtak. És másnapra újra elmentek bátonyba, hogy megnézzék a házat. Istvánka is velük ment. A samár szekeret lent hagyták az országúton, úgy mentek fel gyalogosan a házhoz. Begyepesedett a szekérút, aztán arról is le kellett térni. A ház kis dombon állott, alatta bedült kávájú kútban békák brekegtek. Az elhagyott udvart sűrűn benőtte a csalán, meg a bürök. Ösvény nem vezetett rajta keresztül. Úgy törtek utat a házhoz a dudván keresztül. Lassan haladtak egymás nyomában. Elől Istvánka ment, ő volt a legidősebb. A ház üres ajtói és ablakai sötéten és titokzatosan tátották szájukat teteje behorpadt, falain mély repedések látszottak. És csönd volt körülötte, félelmes, és hátborzongató csönd. Még a lélegzetüket is visszafojtották, úgy lopakodtak a ház felé. Szívük vert az izgalomtól, félelem is irtózat didergett bennük, de vitte lábukat a kíváncsiság a feketén tátongó ajtónyílás előtt megálltak. Szólni egyikük sem mert. Aztán Istvánka óvatosan előrelépett és benézett. A többi ott szorongott mögötte. A háznak nyírkos, elhagyott szaga volt. Először semmit sem láttak. Homály volt bent, és gaz, meg piszok. Aztán tisztán kivették a csupa, szürke falakat, a behajló korhat gerendákat. Egyéb semmi nem volt a házban. Nagyszerű rabló tanya volna, sokta az egyik Pollenberg fiú. Abban a pillanatban valami mozdult mögöttük. Rémülten fordultak vissza. Néhány lépése tőlük, ott állt bolond Ána. Kerekre nyílott, eszelős szemekkel, borzosan, rongyosan, sovány és ráncos vénasszony arcán valami félelmetes vigyorgással. Hát, megjöttetek, megjöttetek! Örökte és feléjük nyújtotta, aszott karjait begörbülő hegyes boszorkány ujjakkal közelebb lépett. Megjöttetek! A borzalom ijedtsége szaladt végig a gyermekeken. Az egyik leán elsikoltotta magát, és észnékül futni kezdett lefelé a dombon a sűrű búrján között. A többi utána. Boszorkány volt. Léhegték az úton. Biztosan boszorkány volt. S rémült szemekkel borzadva néztek föl a magányos, elhagyatott házra. Istvánka elmesélte ezt a történetet egy este a tanyán. Az öregek összenéztek, aztán sóhajtottak. Az öreg úr lassan pipára tömött. Aztán újra sóhajtottak. Azt a házat ismerem. Ismeri nagyapa. Ismerem. Egy nagyon kedves, régi jó barátom lakott ottan, sok évvel ezelőtt, Bátonyi Péter. Az agonos ember. A két öreg ember egyszerre riadt föl. Hát ezt kimondta neked? Egy ember! az az ember hazudott, fiam. Bátonyi Péter hős volt, és nagy hazafi. A hazáért halt meg. Megölték az osztrákok szegényt, akkor, mikor én is fogságban voltam. És ott élt abban a házban? Az oláok felgyújtották 48-ban a házat, leölték a családját, feleségét, gyermekeit, mi alatt ő a hazáért harcolt. Kicsit megzavarodott a fájdalomtól, de nem tört meg. Előről akarta kezdeni az egész szabadságharcot. Már mindent megszervezett, csak a fegyvereket várta Itáliából. Valaki beárulta, elfogták, Kofsteinba vitték. Sose láttuk többet. Nagyapa is Kofsteinban volt, nem? A nemzetes asszony felelt. Minden jó magyar ember, minden igaz hazafi ott volt. Istvánka elgondolkodott. Alfred bácsi is. Ő nem. Miért? Ő nem jó hazafi? Ő Polenberg fiam. Német, ellenünk volt akkor. Csönd volt a tornácon. A nyári este végighevert a tanyaudvarán, szelíden és békességben. A gyermek hosszasan elgondolkodott. Hogy lehet, hogy valaki egyszer ellenség, aztán meg nem az? Az öregek sóhajtottak, de választ nem adtak a kérdésre. Egy idő múlva a gyermek újra kérdezett. És? A bátonyi Péter ott lakott? Abban a házban? Ott lakott. Egyedül? Nem, nem egyedül. Kivel lakott? Firtatta tovább Istvánka, hiszen feleségét és gyerekeit megölték az oláok. Az öregek lopva összenéztek megint. Aztán az öreg úr csöndesen felelt. Megházasodott megint. Elvette egy szegény asszonyt. Vastag füsfelhőt szippantott a pipából, és mélyet sóhajtott. Ej, szegény Péter! A gyerek nézte az este puha színeit sokáig. Aztán hirtelen megkérdezte. S az a bolondasszony, vajon mit keres annál a háznál, most ő lakik ott? A nemzetes asszony egy percig tétovázott, aztán megmondta. Az a bolondasszony fiam, szegény bátonyi Péternek a felesége. Ennek a beszélgetésnek az emléke sokáig élt Istvánkában. Magányosan üldögélt, a gondolatok között. Látta Bátonyi Péter alakját, hatalmasan, magasan, fegyveresen, kinőtt olyanná, amilyen csak az lehet, aki hős és vitéz hazafi. Ez az alak betöltött az egész képzeletvilágát, már nem is Bátonyi Péter volt többé, hanem ő maga. Amilyen lett volna akkor, ha élt volna, azokban az időkben. Amilyen kellett volna, hogy legyen, amilyen szeretett volna lenni. Aztán átalakult a jövendő álomképévé, ilyen akarok lenni. Hős, vitéz, igazi hazafi, aki kostánba megy, még a detrefalusi gyermekek itthon maradnak, mert ők németek, s így nem lehetnek magyar hazafiak. Senkinek sem szólt erről a magának alkotott belső bátonyi Péterről de egyre sűrűbben kérdezgetett olyan dolgokat, amik ezzel összefüggésben voltak. És a nagyapa szívesen mesélt. A 48-as időkről, Kossuth Lajosról, Bemről, akinek a társaságában szolgált több mint fél esztendőt. Mesélt a márciusi fiatalokról, Petőfi Sándorról, akit még látott Segesvárnál a hídon állni, aztán soha nem látta senki többé az aradi vértanúkról, a magyar nemzet szabadságáról, diadalmas csatákról, melyekből véres fejjel menekült az osztrák. Jaj, nagyapan nagyon belejött a mesébe, egészen megifjodott tőle. A gyermek lázasan itta a szavakat, szeme kigyúlt, ha szabadságról és győzelemről volt szó. Keze ökölbeszorult, ha verességről, ármánykodásról, zsarnokságról hallott. Jaj, nagyapa, ha én is ott lettem volna! Az öreg ilyenkor elmosolyodott. Még ott lehetsz, ne búsulj! A magyar szabadság még nincs eligazítva. Ilyenkor felcsillant a gyerek szeme. Lesz még háború, nagyapa? Lesz, lesz. Háború mindig van elég. De az osztrákokkal? Lehet még azokkal is, ki tudja azt. Biztosan lesz még azokkal is. És Istvánka készült a háborúra. Az intézetben lelkesen tanult vívni, otthon célba lőtt, lovagolt, vágtató lóhátáról próbálta eltalálni a kitett céltáblát. A két öreg boldogan figyelte. Önmagát ismerte fel unokában mind a kettő. Vasárnaponként, ha átjött János pap dobolyból, hármasban melengedték a reménységet. Ez az unoka, ez igen, ez méltó fajtatása lesz a varjasiaknak. A tanya boldog volt és megelégedett. Olyan szépen és simán halad minden, mintha jó, derék angyalok egyengedték volna a világ útját a jövendő felé mintha már a jövendő is tető alatt állott volna, a tanya jövendője, a varjasi magyarok jövendője, az egész nemzet jövendője, maguk építette tető alatt úgy éppen, ahogy ezt valamikor megálmodták. Aztán a tető hirtelen beszakadt. Egy nyári este történt. Istvánka 17 éves volt akkor, lóháton indult haza a tanyáról, Szürkölet volt este. Az öregek elbúcsúztak tőle az istállónál, kedvesen is szeretettel búcsúztak. Gyere holnap is, mondták, és ő megígérte holnap, hogy ne, újra eljön puskáthoz, és lemennek a tóra. Ügetve indult lefele az úton, sietett, nem akart elkésni a vacsoráról. Már el majdnem elhagyta a bérházat, mikor az utolsó kerítés mögül, hirtelen egy mérges kölyökkutya ugrott ki, sivalkodva a ló elé. A ló hirtelen ugrott megboklott egy kiálló fagyökérben, és elesett. Istvánka keresztül esett a ló fején, egyenesen neki egy kőris fának. A ló következő pillanatban talpon volt, nagyot nyerített, és vágtatva indult hazafelé. Istvánka ott maradt a fatövében, mozdulatlanul. A kutya ugatásra, lónyerítésre a béres asszony kinézett az ajtón. Látta a szürkületben elvágtatni a lovat gazdátlanul, s egy darabig utána bámult. Aztán az útra nézett, s meglátta a fiatal bárót. Jézusom Isten! Sikoltottas s rohant oda hozzá. Istvánka arccal lefelé fordulva feküdt a földön, orrából, füléből szivárgott a vér. A béres asszony hangos jajgatására a szomszéd házakból is összegyűltek az emberek. Valaki felszaladt az udvarra a hírrel. Jaj, nemzetes asszony, drága csókolom a kezét, méltóztassék, azonnal jönni Istvánka báró leesett a lóról. A nemzetes asszony nyugtalanul nézett végig a hírhozon. Aztán, ha leesett, föl kell, miért menjek én le azért? De nem kell föl, Istálom. Ott fekszik és nem mozdul. A nemzetes úr kiejtette kezéből a pipács, szó nélkül megindult a házak felé, amilyen gyorsan csak tudott. A nemzetes asszony mögötte. A hírvivő asszony siránkozva követte őket, ja, Istenem, miért is engedik lóra ülni? Istvánka ott feküdt még a fatövében, éppen csak a hátára fordították. Az öreg varjasi szürke arccal gugolt le mellé kezereszkedett, ahogy a csuklójáért nyúlt. És nyugodtabban engedte el. Ver, mondotta. Fogjátok meg ügyesen, Ambrus, be kell hozni, nincs nagy baj. Nézett sápatarccal a nemzetes asszonyra. Talán csak egy kis agyrázkódás. Az orvos, akit még azon az éjszakán kihoztak Szamosújvárról, Hosszasan vizsgálta, majd csóválta a fejét. Nem csak agyrászkódás, egyéb is van. Törés. Hol? Rettentek össze az öregek. Az orvos komoran nézett rájuk. Gerinc. Elsápadtak. Ajkuk szederjes lett. Az öreg úr homlokán kiütött a veríték. Nem lehet segíteni rajta? kérdezte akadozó szájjal. Az orvos tanácstalanul vonta meg a vállát. Istennél a segítség, méltóságos uram! A főispán nem volt otthon, Erzsébet hintóval jött le, sápadtan és reszketve rémülten. Istvánka ájult volt még. Az orvossal együtt föltették a hintóba, és lépésben megindultak vele a kastély felé. Az öreg gyalog ment a hintó mögött. Az asszony is. Nem is tudták, miért mennek. Csak mentek, mint akik életük reménységét kísérik, hogy jaj, nehogy egy percre szemelölté vesszék, s nehogy itt hagyja őket, öregeket egymagukra ezen a világon. Éjfélt meghaladta már az idő, mikor a kastélyhoz fölértek. Istvánkát bevitték a szobába, Erzsébet betette mögötte az ajtót, és a két öreg kint maradt a sötét előszobában. Rettenetes nagy fáradtságot éreztek mind a ketten, talán soha az életbe olyan fáradtak nem voltak. Leültek egymás mellé az előszobapadjára, csüggetten szótlanul gunnyasztottak ott a sötétben, foguk vacogott, lelkük didergett, és arcukon egyre csorogtak, csorogtak a könnyek. Reggere Istvánka magához tért. Két szeme tétován is nyugtalanul keresett valamit az emlékezésében, de mereven feküdt, mozdulni nem tudott. Két napig feküdt úgy, mintha halott lett volna csupán a szeme élt. Két napig ott ült a két öreg az ágya mellett, vagy a kastély valamelyik szobájában, vagy az udvaron, vagy valahol. Két napig nem feküdtek le, nem aludtak, haza se mentek. Két nap alatt megtörtek, és nagyon-nagyon megöregedtek. Lomposak lettek, és hajlott hátúak, ráncosak, megviseltek. Rett rettenetesen vének. Két nap alatt. A harmadik napon Istvánka megmozdította a fejét, és hörögve, halkan felnyögött. Jaj. Megmenekült, mondotta diadalmasan az orvos, csak éppen béna marad. Béna? kérdezte Erzsébet, és borzadás futott végig az arcán. Béna. Döbbent meg a főispán, és arca elsötétült. Béna. Nézett össze Margitka és Gábor megrettenve. Béna. Bólintott komolyan az orvos. Ott állt a két öreg is az ágy mellett, hallották az orvos szavát, élni fog. Pesget át rajtuk egy pillanatra az öröm. Nyomorék marad sötétedett el a következő pillanatban körülöttük a világ. Aztán lassan megfordultak, az ajtóhoz mentek. Onnan még egyszer visszanéztek az unokára, aki olyan volt, mint az Isten adta volna ajándékol egy hosszú élet végére, és aztán az Isten meggondolta, és gyorsan visszavette tőlük. Keresték a tekintetét, de nem tudtak összeakadni vele. A beteg nem ismert rájuk. Lassan kimentek a szobából. Hajlottan, nagyon fáradtan lebotorkáltak a lépcsőn, felültek a várakozó régi sárga kocsiba, és elindultak haza, a tanyára, amelyikről tudták, hogy ezentúl üres lesz, és nagyon szomorú. Nem szóltak egymáshoz, de egyformán úgy érezték mind a ketten, hogy mégiscsak kár volt végigélni ezt a hosszú és fáradtságos életet. Nem volt semmi, de semmi értelme. A főispám nem nyugodott bele a sorsba. Vannak még híres orvosok Bécsben, hát ha azok segíthetnek rajta, az öreg háziorvos tanácstalanul ingatta a fejét, lehet, mondotta, nem teljességgel lehetetlen. Mikor az öregek megtudták, hogy van még egy remény, szinte megfiatalodtak tőle. A nemzetes asszony maga vitte el a pénzt a fiának, ami a Bécsi útra kell. Csak vigyétek, vigyétek, minél hamarabb! Hosszú heteken át lesték Bécsből a postát. Erzsébet írta, bíztatnak az orvosok. Talán sikerülni fog. Van itt egy professzor, valami új módszerekkel kísérletezik. Az öregek ilyenkor felvidultak. Sikerülni fog. Kell, hogy sikerüljön. Heteken keresztül gondoltak makacsul arra az egyetlen egyre, hogy sikerülni kell beleélték magukat ebbe a gondolatba, már nem is hitték, már tudták, hogy sikerülni fog, és mikor Istvánka hazajön, olyan lesz megint, mint amilyen volt erős, egészséges, jövendőre termett úra a tanyának, méltó és büszke folytatás. Négy hónapig tartották Istvánkát Bécsben a professzorok. Négy hónapig ért a Erzsébet, hogy talán lehet, van remény. Négy hónapig nőtt hitté ez a remény, épült tudattá a hit, hogy kell segítsenek rajta. Fognak segíteni rajta. Visszajön, és az lesz megint, aki volt. Talán nem is igaz, amit az orvos mondott. Nem is lehet igaz. Négy teljes hónapig. Amikor hazahozták Bécsből, s a hír felérkezett a tanyára is, a két öreg azonnyomban befogatott és a kastélyhoz hajtatott. Némán és aggodalomtól súlyosan ültek egymás mellett az úton, de mind a kettőjükből ideges türelmetlenség áradt. Biztos, biztosan segítettek rajta ott fenn a tudósok. Lábuk alig találta meg a hákcsót, amikor a kastély előtt leszálltak a kocsiból. Istvánka ott feküdt, sápadtan az ágyon, arca fehér volt és megnyúlt. Kék szemei nagyok és világosak, a szája kicsit nyitva, de úgy feküdt éppen, mint négy hónappal ezelőtt, mozdulatlanul. Nagyapó. Nagyanyó, suttogta halkansa, hogy vergődve rájuk nézett a szeme, lecsukódott mindjárt, s két nagy ezüst színű könycsepp csúszott ki a sápadt szemhéjak alól. Az ágynál ott állt az orvos, egy ápolónő és Erzsébet. A két öreg rájuk nézett, aztán az unokára, aztán újra rájuk. Arcuk fehér volt és kemény, mint a fal, és nem volt rajta semmi reménység. – Hát nem segítettek? – suttogta reszkető hangon az öreg asszony. Erzsébet némán intett a fejével, és elfordult. Az orvos suttogott valamit Istenről, orvosi tudományról, de azt már nem értették. Egymásra néztek. Szemük egy percen némán összekapcsolódott aztán elfordultak. Zsebkendőt emeltek a szemükhöz, és félrehúzódtak a szoba két sarkába. Először az életben sírtak mások előtt, mind a ketten. A kastély élete zökkent egyet, aztán visszatért lassan a régi vágásba. A zökkenés nem volt túlságosan nagy. A főispán sűrűbben látogatott haza, Erzsébet asszony kísért szemekkel járt reggelenként kamarázni. De a rend maradt tovább úgy, ahogy volt. Egy ilyen háznak megvan a maga élete. Külön élet, mely együtt tartja és irányítja a benne lakók életét, megszabja a napi rendjüket, lassan saját egyéniségéhez alakítja őket, felfogásukat, a látást, amivel a világ dolgait szemlélik. A szakácsné reggel hatkor föl kell, fölveri a cselétséget, tüzet gyújt a konyhán, odaállítja a szolgáló leányt a sepréshez, tisztogatáshoz vizet forral, készíti a reggelit finos szobaleány. Kitörli szeméből az álmot. Nekifekszik a szobáknak, seper, takarít, szellőztet. Felkeféli a parkettpadlót, aztán meleg vizet vízbe a hálószobákba, cipőket megtakarítja, a ruhákat kikeféli, igyekszik, hogy a szokott időben mindennel elkészüljön. A háziasszony kinyitja a szemét, ilyetten az órára néz, kiugrik az ágyból, gyorsan magára kapja a pongyoláját, és siet kamarázni. A szakácsné már várja, meg kell beszélni az ebédet, a vacsorát, ki kell adni a hozzávalók, a csörögnek, a kulcsok, csikorognak, a szekrény ajtók. Senkinek sincs ideje, hogy önmagával foglalkozzon. A ház él. Megköveteli a maga pontos rendjét, sok ember lakik benne, azoknak mind enni kell adni, azokat mind dolgoztatni kell, és ügyelni rájuk, hogy mit, hogyan csinálnak. Nem, egy ilyen nagyház életében nem löhetnek zökkenők. Egy ilyen nagyház életében nem szabad észrevevődjön, hogy valaki beteg, hogy valakit életre szóló szerencsétlenségért, hogy valakinek szomorúsága van. Ha egy ember kilép a ház életéből, azért a többi ott marad, s a ház él tovább. Az üresség néhány napig érzik még, aztán a rend összenő fölötte, s minden megy tovább a maga szabályos útján. A szakácsné főz és kéri az ételhez valót, a szobalány takarít, az inas keféli a parkettet, és a szolgáló pityókát hámoz. A mosóné mos és szappant kér, s meg kell számolni a ruhákat, amiket kivisz vagy bead, a darabont fát vág, s veszekedni kell vele, ha lustálkodik, a csorgóról hordani kell cseberben a vizet, egy pillanatra sem lehet megállni, hogy az ember számba vegye a maga érzéseit. A kastély élete csak éppen zökkent egyet, de folyt tovább a régi mederben. Margitka és Gábor intézetben tanultak Budapesten. Ha szünidőbe hazajöttek, lármájuk felverte a szobák csendjét. Lovagoltak, jártató szekéren zörögtek keresztül a falun, csikókat tanítva sűrűn látogatták a szomszédokat, és újabb haszontalanságokon törték a fejüket. Margitka 16 éves volt már, Gábor 15. Az idő mindössze annyit változott, hogy tréfáik vadabbak lettek és merészebbek. Margitka karcsú alakján már megakadt a vendégfiúk szeme. Másképpen nézték, mint régen. és Margitka tudta ezt. Ha kerítésen mászott át, és szoknyája térdig felcsúszott, hegyként nézett le a fiúkra, és néhány pillanatig a kerítésen maradt. A csínyekben jó segítő társuk volt bácsjani, az ispán. Különösen Gábort fűzte hozzá erős szövetség. Bácsjani vidám volt és mindenre kapható. Ha hajtó kellett a vadászathoz, kirendelte a cselédgyermekeket. Ha a rejtek helyet kellett ásni, küldött a napszámosokból. Ő adta Gábornak az első cigarettákat is, s ő hozta össze az első leányjal. A leányt Szabétának hívták, és napszámos volt. Kapálni, aratni, csépelni járt az uradalomhoz, nagy testű, jó szájú fehér nép. Gábor már régen hergelődött vele, mint a többi napszámos leányjal. Szavetát Jani rendelte föl egy esős, őszi délutánon a tehén istálló szénapadlására, és ő örködött a létre alatt, nehogy valaki arra tévedhessen. Használható ember volt Jani. Jani lopta a pénzt is, mert a főispán szűken mérte a gyermekek zseppénzét. De Jani gondoskodott pénzről, ha kellett. Egy-egy rakás fa, amiről nem kért számot senki, egy-egy kalandjanád mindig akadt Janinál pénzforrás, ha szükség volt valamire. Persze ezekről brencsák is tudott többnyire, s egy-egy rakás fa, egy-egy kalandjanád ilyenkor magával vitt ötöt-hatot a Jani hasznára. Gábor egyébként jó gazdának indult. Ahogy a főispán gyakran mondogatta vendége előtt, szerény apai büszkeséggel. Mindig járt valamiben, mindig próbált valamit, ha kapott ajándékba egy malacot, azt fölnevelte, meghízlalta és jó pénzen eladta. Ilyenkor maga ment a szamosújvári vásárba bácsianival, alkudozott a mészárosokkal, s a disznó árán borjút vásárolt. A borjú két év alatt tehénné az uradalom istállójában, a tehenet eladta, s vett rajta hat borjút. Lassan egész kis gazdasága lett Gábornak, kocája volt lova, borjai, juhai. Az ő kocái mindig többet malacoztak, s fölnevelte valamennyi malacát. Erről Jani gondoskodott. Az ő juhain volt a legtöbb gyapjú, az ő juhai adták a legjobb sajtot. Gábornak fürgén járt az esze megvette a parasztok szilváját, szavetával szilva ízet főzetett belőle, szaveta napszámát a gazdaság fizette, a szilva ízet eladta Kolozsvárt. Üzleti szellem van a fiúban, büszkélkedett az apja, gazdának született. A főispán minden örömét Gáborban lelte. A szerencsétlenség, ami másik fiával történt, Mélyen lesújtotta. Józanul is tiszta szemmel láthatta a helyzetet. István már olyan, mintha nem is élne. A család számára, a jövendő számára halott. És István valóban halott volt. Élete bezáródott a kastély keleti sarokszobájába, Ahová csak a kocsik halk dübörgése hallatszott, amikor vendégek jöttek vagy mentek, vagy a háziak indultak valahová. Néha behallatszott a kertből a nevetés, ha nyitva volt az ablak, és néha egy-egy vendég udvariasságból lábúj hegyen bejött, mondott egy-két közömbös szót, ennyi volt az egész. Mozdulatlanul feküdt, csak a fejét fordította az ablak felé melynek világos négy szögében az égnek egy darabját látta, s a szemközti domb tetején, melyen néhány magányos, borzolt fa állott. Minden harmadik nap eljöttek az öregek a tanyáról, leültek az ágya mellé, nézték lesoványodott sápat arcát, és beszéltek az állatokról, a vetésekről, egyéb dolgokról. István néha halkan kérdezgetett, hogy megjöttek-e már a vadrucák a tóra. Jár-e a vidra a halászok vésznáinál? A nagy zöld harkály kopogtatja még az almafákat. Néha egészen furcsa dolgokat kérdezett, például, hogy a burkus megkapja-e ebéd után a csontokat, vagy hogy azt a kis fenyőt, ami a dombon nőtt, az orgonabokrok mellett nem kaszálták le a napszámosok. Máskor Erzsébet asszony ült az ágy mellett, és felolvasott. Jókai regényt többnyire, s ha otthon volt a főispán, ő is bejött, és ült szótlanul. Nézte a fiát, és nem tudta, mit mondjon neki. A testvérek ritkábban jöttek hozzá, élményeikről, kalandjaikról tudtak csak beszélni, vidámak voltak és képtelenek a szomorúságra. Érezték, hogy nem illenek a betegszobába, s így néha napokig elkerülték. Margitka sokat sírt eleinte, mert szerette a bátyját. Gábor borzongva gondolt arra, milyen lehet az, ha az ember nem tud mozogni, lóra ülni, kerítésen mászkálni, szaveták után futkosni. Aztán lassan megszokták, mindenki megszokta, hogy van a kastélyban egy sarokszoba, ahol egy szomorú sápat ember fekszik, aki hozzá tartozik ugyan a családhoz, de olyan mégis, mintha nem tartozna sehová, mintha nem is volna. A mozdulatlanul fekvő beteg körül valami furcsa és titokzatos átalakulás történt. A világ megnőtt. Azelőtt olyan szűk volt. Néhány mezőségi domból állott, kastélyból, falvakból, apróbb városokból és Budapestből. De ott a betegszobában egyszerre megnőtt. kiterebéjesedett, széles lett és nagy. Ták határai közé országok fértek és nemzetek, és belefért a végtelen nagy idő, amely egyszerre olyan lett, mint egy óriási tenger. Se vége, se hossza. Igen, az idővel is történt valami. Tisztán és világosan emlékezett rá, ameddig benne élt, szűk volt, mint a rosszul szabott ruha. Falai voltak korlátai, amikkel számolni kellett, alig kezdődött, vége volt, folytonosan olyan közel volt hozzá, hogy csak apró darabkákban láthatta. Mindig csak azt a darabot, ami éppen szeme előtt volt. Ott a betegszobában eltávolodott tőle az idő is. Már nem voltak végei. Egyetlen nagy hatalmas boltozat volt, mely mozdulatlan lomhasággal ült a világ fölött, és összetartozott vele sokat olvasott, mindenfélét. És sokat gondolkodott. A könyvek lapjairól kinőtt az élet, akár a mag, mikor csírába szökken. Kinőtt, ellepte a szobát, a falakat a világ négy sarkáig tágította, és ott feküdt a világ közepén, egy csodálatos, nagy világnak a közepén, mely ezer színű volt, ezer hangon beszélt, és titokzatos törvények szerint váltogatta magát. Földrajzot és történelmet olvasott legszívesebben. Halomra nőttek szobájában a könyvek, s fejében egyre gyűltek a képek a világról, és minden kép olyan volt, mint egy mese, szép és csodálatos, és a betegszoba valóságtól nagyon távol álló. A kifáradt az olvasásban lehonyta a szemét és játszott. Népekkel, országokkal épített és rombolt. Felszabadított, leigázott, kereste az igazságot, és közben újabb és újabb elfogultságok árkába csúszott. Játszott a világgal, mint az Isten vagy mint az ember évezredek óta. Órák hosszat feküdt így, lehunyt szemmel. Az ápolónő azt hitte, alszik, és lábúj hegyen kiment. De nem aludt, csak álmodott. Végig álmodta mindazt, amit végig éltek mások, vagy amit nem éltek végig, csak szerettek volna végigélni, vagy kellett volna, hogy végig éljék. Itt-ott javított, itt-ott rontott a játékon, és szinte észrevédlenül megtanulta, hogy a világ áll és változatlan. Az idő csak életeket éget, ő maga nem mozdul, és újra meg újra eljátsza ugyanazt más-más szereplőkkel. Vagy talán a szereplők is ugyanazok, csak nem tudnak róla. Az is lehet. Hiszen olyan egyforma minden, ami történt. Föl és alá, Előre és vissza, mint a járgányba fogott ló, amelyik körbetapos, olyan egyforma, hogy már törvénye is kell legyen valahol, játékszabály, melyhez igazodik minden. Talán Isten a neve ennek a törvénynek? Gyakran hívatta magához Holló Jánost. Az öreg pap szívesen jött. Hozott egy-egy lapot a készülő írásból is felolvasta, a részleteket megbeszélték, itt-ott javítottak rajta. A betegnek tetszett a magyar Biblia. Eleinte kissé furcsa volt, szokatlan, szinte bántó. De aztán rájött, hogy tulajdonképpen ez sem más, mint az igazi. Ebből is, abból is a világ és az emberi élet örök igazságai tűnnek elő. Csak hogy míg az a régi, a zsidókról szólott, ez tanulságaiban is, lelkében is a magyaroké volt. Egy szép tavaszi délelőttön, mikor a nyitott ablakon ibolyaszag és a rügyező nyírfák szaga áradt be a szobába, a beteg hirtelen megkérdezte: Tulajdonképpen miért is él az ember? A kérdés váratlan volt. A pap ott ült az ágy melletti széken, kopott ruhájában, csizmásan. Könyökét a térdén támasztotta, állát a tenyerébe nyugtatta, sovány, barázdás arca mozdulatlan volt. Hosszasan nézett ki az ablakon, ahol a halvány kék égből csillogott és langyos levegőben méhek és szerelmes bogarak dongtak. Szálkás szemöldökei alatt félig lecsukódtak a szemhéjai, úgy nézett sokáig, rebbenéstelenül. Azért, hogy gyönyörködjön a világban, amit Isten teremtett, mondott sok idő múlva hirtelen. A beteg sóhajtott halkan és az, aki nem gyönyörködhet benne, A pap lassan elfordította fejét az ablaktól, a betegre nézett. Hosszasan és szótlanul tartotta rajta a szemét. Istenben a lélek gyönyörködik, felelte csöndesen. És ami szép, az mind Isten. A beteg feje nyugtalanul megmozdult. Tiszteletes úr! Én néha azt hiszem, nem tudom, hogy mi a lélek. Hulló János lehajtotta a fejét, igen. Ezt az érzést ő is ismerte. Kétségbe esett. Magára maradt ember érzése ez. A lélek? Mondotta nagyon komolyan. A lélek az, ami mozdulatlan, süket és vak testben látja a világot, hallja a világot, múltban és jövőben messzire szárnyal, és Istent keresi akkor is, amikor tagadja létezését. Kint az ablak alatt hangosan fütyölt egy sárga halk szellő meg a függönyfodrait, szálló virágporszagát hintette szét a szobában. Jaj, úgy szeretnék újra élni. A sóhajtás elszállt, szó nem felelt rá. A pap lehajtott fejjel a padló kockáit nézte. Ahogy a székben meggörnyedt, alakja fáradt volt, öreg, és szomorú. Kint újra fügyölt a rigó. Bizony. mindnyájan szerettünk volna élni. Keserű volt a hang. A beteg mozdulatlan szemmel a mennyezetet nézte, és arra gondolt, hogy milyen furcsa is ez a szó, élni. Egyetlen értelme van csupán, és mégis minden embernek egyebet jelent. Abban az évben vették észre a tanyai emberek, hogy a nemzetes úr megöregedett. Járása lassúbb lett, válla meggörbült, mintha a föld vonzotta volna, a régi derűs mosolygás helyett valami különös szórakozottság költözött az arcára. Csak állt néha mozdulatlanul a tornácon, és nézett a tó felé keresztül a völgyön. A nemzetes asszony ilyenkor aggodva kérdezte. Mire gondolsz, lelkem? Az öreg ura arca zavart lett, legyintett furcsán a levegőbe, s azt felelte. Semmire, lelkem, semmire! Aztán vette a bottyács, elindult a kertbe. Egy-egy fa előtt megállt, nézte, éppen mintha beszélgetett volna vele. Máskor a harkány figyelte, hogy a gyümölcsfák vémtörzsén kukacot keresett. Burkus mögötte kullogott, néha magához hívta, és megveregette a fejét. Egy nap azt mondta ebédnél, csak úgy váratlanul, Mink a lelkem, ha meghalok, oda a két is fa közé. Már mutattam volt egyszer régen. Nem akarnám, hogy elfeledjétek. Az öreg asszony ránézett, de nem szólt. Nehogy a kriptába, odaföl! S fejével a kastély felé intett. Jó, jó, ráérsz még! Dünnyögte a nemzetes asszony, többet nem beszéltek erről. De néhány nap múlva Ambrust, az öreg udvarbírót levitte magával a kertbe, és megmutatta a két kőrisfát. Ideni, a kettő közé ássátok a sírt, érted? Értem, instálom, de eszen én hamarabb elmegyek erről a földör, mint nemzetes uram. Azt se te nem tudhatod, se én. Igaz, mindenki látta, az öreg nemzetes úr barátkozott a halállal. Mert ez a rendje. A halállal barátkozni kell annak, ki készül találkozni vele. Előbb csak ritkán gondol rá, aztán egyre sűrűbben. Először csak úgy félve, kerülgeti, később hozzászokik, mint gyakrabban foglalkozik vele. Ez már a barátkozás. Végül rájön, hogy nem is olyan rossz. Hozzátartozik az élethez ez is, mint sok minden egyéb, amit rendre megszokott az ember. Egy délután, ez nyáron történt már, az uradalmi szérün cséplőgé búgott, a verendáján összetalálkozott fiával, a főispánnal. Ketten voltak csak. Az öreg ura beteget látogatta, s éppen hazakészült. A főispán akkor jött be a cséplőgéptől, és a délutáni nap langyosan sütött be a veranda üvegablakán. Papa megy már! Az öreg úr bólintott és kinézett az ablakon. Megyek. Az udvaron vidám csoportban lármáztak a Polenberg gyerekek. Gábor hosszú madzagom bádok darabokat kötözött egy kopó farkára. A kutyát Margitka fogta, Mellette nyurg a divatos fehér nadrágba, kihajtott ingel, ott állott a sonkói fiú, edömér báró fia, Béla. Gábor befejezte a műveletet, a kutyát elengedte. Szegény boldogan igyekezett elmenekülni, de ahogy megmozdult, zörögni kezdtek mögötte a bádoglemezek. Ettől megijedt, futni kezdett. A farkára kötött akaszték még vadabbul zörgött riadtan iramodott végig az udvaron, és eszeveszett száguldással eltűnt az istállóknál. A társaság hahótázott, mindenki Gábor ötletét dicsérte. Az öreg úr fent a verandán csak a fejével intett feléjük. Ezek kerülnek helyünkbe egyszer. Miféle emberek lesznek? Kínozzák az állatokat. A főispán elmosolyodott, haszontalanok, majd megjön az eszük. Kínozzák az állatokat, ismételte az öreg úr makacsul. Léhák és kegyetlenek, miféle világ lesz az, amit majd ezek teremtenek itt? A főispán nem felelt. Némán álltak az ablaknál, és nézték a fiatalokat. Sonkoly Béla Margitkához hajolt, és súgott valamit a fülébe. A lány hangosan felkacagott, és arcul ütötte a fiút. Az elkapta a kezét, dulakodni kezdtek. Az öreg ura fiára nézett. Ez a zsidó fiú sokat jár hozzád, Gábor. Melyik? Ennek a Krausznak az unokája. A főispán vállat vont. Szomszédok, apjával együtt dolgozunk a politikában, Jó jófejű ember. A zsidó mind jófejű, az a baj. Nem zsidó már katolikus? Elég baj. Amíg a zsidó megmarad zsidónak, még el lehet viselni, de a keresztény zsidó veszedelmes. A főispán türelmetlenül ráncolta össze homlokát. Művelt és komoly emberek! Felesége, rokonunk is. Elég szégyen a bándi családra, hogy zsidóhoz adta a lányát. A főispán hangja ingerülté vált: De értse meg, papa már nem zsidó, még az apja kikeresztelkedett! Az öreg úr legyintett. A zsidó zsidó marad. Nem a vallása fontos, hanem a fajta, a vér. Azon pedig nem segít még az se, ha a húsz pap önti rá a keresztvizet egyszerre főispán ujjai idegesen doboltak az ablakdeszkán. Ma már nem lehet az ember ilyen elfogult. Az öreg úr gúnyosan nézett a fiára. Nem? S ha vajon a te őseid sem lettek volna elfogultak, és össze-vissza házasodtak volna mindenféle idegen fajtával, te most milyen nemzethez tartoznál? Az európai nemzethez, van olyan nemzet? Lesz! Öreg Varjasi István megcsóválta a fejét. Csak a vér és a nyelv tudja összetartani az embereket, és a közös múlt emléke. Ha ez megszűnik, felbomlik a világ. A főispán nem felelt, csak gúnyosan mosolygott. Néztek ki az udvarra, hallgattak. Nem szeretném, ha unokámnak ez a zsidó fiú lenne az ura. A papa türelmetlenül megrándult. Ugyan, papa, miket gondol? Amért együtt játszanak, még nem kell mindjárt összeházasodjanak? Az öreg úr csöndesen bólogatott. Akik együtt játszanak, együtt élnek. Azért akartam mindig emlékezni vissza, hogy magyar cselédek gyermekeivel játszodj. Nagyot sóhajtott öregesen. Bizony, Gábor, fiam. Nem jó úton jártok. Az istálótól akkor hajtott elő a tanyai kocsi. Az öreg úr elfordult az ablaktól, megcsókolta a fiát, és lassan, öregesen lement a lépcsőn. A főispán elgondolkozva hosszasan nézett utána. A főispán az utóbbi időben rossz kedvű volt. Sok minden nem úgy haladt, mint szerette volna. A feltörő polgárosodás iszap tömegében, mintha elakadt volna a haladás szekere. Lassan ment minden és nehezen. A politikai élet összekavarodott, egyre zavarosabb lett. Újabb és újabb emberek bukkantak föl, és egyre többet beszéltek apró, felesleges személyi dolgokról, és egyre kevesebbet arról, ami fontos. Az országvezetés párt alakult át, mindenki csak a vezetéssel törődött, az országgal senki. Érezte, hogy valahol elcsúszott valami, félre siklott az egyenes útról, de nem tudta, hogy hol és miben történt a hiba. Érezte, hogy az irány, amelyben az ország halad, egyre távolabb kerül a valóságtól, egyre nagyobb a szakadás polgár és ország között. Ideges lett. De kifelé makacsul tartotta magát, önmagának is szégyelte volna bevallani, hogy tévedett valamiben. Összeszorított fogakkal, keserű lévekkel makacsul haladt előre azon az úton, amelyen egykor elindult. Csak néha érezte, amikor az apjára gondolt, hogy talán van mégis egy másik út. S hát, ha az az igazi. De tudta, hogy az életben a hibákat kiavítani nem lehet. Az élet olyan, mint a mellény. Ha rosszul gombolta, az ember hiába keresi rajta a hibát. Ki kell gombolni végig az egészet, és kezdeni előről. Az pedig ötven éves fejjel már nem lehet. Néha egészen különös dolgokat vett észre, olyanokat, amik addig fel nem tűntek. Hogy például vannak polgárai az országnak, akik nem akarnak jó magyarok lenni, akik még csak rossz magyarok sem akarnak lenni, egyszerűen ellenségnek érzik maguk fölött az országot. Aztán meg olyanok is vannak, akik az országból élnek, annak zsírjából, munkájából. Felhasználják az előnyeit, erejét, védelmét, törvényeit, de érette áldozni, semmit nem akarnak. Sokan még a nyelvét sem akarják megtanulni. Vagy, ha meg kell tanulják, lázadnak ellene. Ilyenkor megdöbbent. Mi ez? Hát mi van itt? Rosszul ítélte volna az embereket. Talán egy hónappal azután, hogy az öregúrral az a beszélgetés történt a kastély verandáján, egy kora őszi napon nyúlvadászatra mentek Pollenbergékhez. Ő hátul ült a kocsiban, Margit Kával, Gábor elő a kocsis mellett. Különös volt. Folytonosan az apja jutott eszébe. Talán azért, mert Margitka néhány elejtett szóval megdicsérte szonkoly Bélát, amikor elindultak? Lehet. De amíg a friss, harmadszagú reggelen végigkocsikáztak a sárga tarlók és színesedő kukoricatáblák között, egyre az öreg úr hangját hallotta: Bizony, Gábor, fiam, nem jó úton jártok. Rossz kedve volt pedig úgy ontotta szelid illatait a reggel, s a nap akkor kélt fel vörösen az akasztófa hegy mögül. Figyelte Margitkát, ahogy ott ült mellette, és néha mélyen beszívta a szagú levegőt. Szép napsütötte arca kipirult, a hűvös szellő játékosan meglobogtatta hajtincseit. Nagy lányom van már, gondolta, ma holnap férhez megy, öreg vagyok. Néhány év múlva nagyapa leszek. Megbolondult az idő, úgy telik. A Detre falusi kastély tele volt vendégkel. Az előszoba fogasán puska, puska mellett lógott. Zöld ruhás, jágerek sürögtek, vizslág nyüszköltek. A majorudvaron gyűltek már a hajtók. Az öreg Pollenberg bajor vadászruhában az ajtó előtt fogadta a vendégeket. Széles, jókedvű mozdulatokkal tessékelt mindenkit befelé. Á, ah, Weidmannsheil, grüß Gott, tessék, tessék, vár a regeli! ein Schnaps, was? A hosszúra húzott ebédlőasztal körül vadászruhás urak hangoskodtak, zöldhajtókás vadászruhában voltak, a Polenberg kisasszonyok is, mindenki beszélt, ki magyarul, ki németül, új hangzavar dombolt, mint valami, újféle bábelen. Aztán előlehajtotta a kocsik hosszú sora, a házigazda egy papírlapról felolvasta a sorrendet, hogy ki kivel, melyik kocsira kell felüljön. Dörömböltek a hátra taszított székek, mindenki puskáját, töltényeit kereste, s a társaság elindult. Kellemes, szép idő volt. A mezőség kitett magáért az idegen vendégek tiszteletére. Nyúl is volt bőven, szólott a puska. Estére járt az idő, mikor hazatértek. Mindenki sietett átöltözni, hogy minél előbb ebédnél ülhessenek. A hosszú asztal mellett alig fért el a társaság. A teríték piros vadszőlő lombbal, vadbogyókkal, őszi rózsával ékesítve kellemes látványt nyújtott. A lányok díszítették gondol és ízléssel. Szótlanul kanalaszták a forró húslevest. Éhes volt a társaság. A főispán mellett egyik oldalról a kisebbik Pólenberg másik oldalról Sonkoly Edömérné, a szép bándi Katinka ült. Asztal főn a legidősebb házi kisasszony szembe az asztal másik csücskén, a házi úr. Leves után egyszerre megindult a beszéd, mint egy hömpögő napáradat. Mindenki egyszerre akarta elmondani, hogy mit hogyan lőtt, mi hogyan esett, ki mit miért hibázott. A beszéd zűrzavara a mennyezetig csapott. A főispán lopva Markitkát figyelte, Sonkoly Béla ült mellette, azzal beszélgetett. Néha hangosan nevetett, ilyenkor kipirult az arca, s nyakát hátrahajtotta. Hogy is mondta csak az öreg úr, ott a verandán? Vajon igazán készül valami közöttük? A vadászaton is folyton együtt voltak. A fiú gazdag, művelt, jóvágású. Igaz, hogy... Na de talán, mégsem komoly a dolog. Ebéd után a pipázóban folytak a beszédek. Kis csoportok alakultak itt is, ott is. A fiatalság külön, a kártyások külön. A főispán a kandallónak támasztotta a hátát, amíg az inasok körbehorták ezüstálcákon a feketét és különféle pálinkákat. Mellette állott a házigazda egy Dunántúli rokomtársaságában, akit szintén Polembernek hívtak. – Unerhört – magyarázta a vendég élénk mozdulatokkal mély megpotránkoztatással az arcán. Hallatlan, hogy a gyermekeim magyarul kell tanuljanak az iskolában, az én gyerekeim. Hogy jövök én hozzá, nem igaz? A főispán kíváncsian kérdezte meg. Hol járnak iskolába a gyermekeid? Pécsett, és képzeld, magyarul kell tanuljanak. hört. Talán azt szeretnéd, hogy német iskolát állítson fel Pécset az állam? Hollenberg rámerett a főispánra. Nagy, csontos, soványember ember volt. Borotvált arcán megütközés sötét lett. Természetesen. Nem kívánhatja az állam, hogy az én gyermekeim magyarul tanuljanak, elvégre a monarchiában vagyunk. Azaz Magyarországon, javította ki komolyan és kissé szigorúan Varjasi Gábor. A vendég Pólemberg rácsodálkozott, de nem mondott semmit. Szótlan megbotránkozással kavargatta a kávéját. Ekkor lépett hozzájuk Sonkoly Edömér. Udvariasan mosolygott. Nekünk, magyaroknak, kényes pontunk a monarchiával való viszony. Magyaráztam németül a Dunántúli vendégnek. Különösen mi, erdélyek, féltékenyen ügyelünk a szabadságunkra. Ezt meg kell bocsáss nekünk. Á, magyar szabadság! Kontrázott bele a házigazda. Mein lieber Vater! ez meg kell értsed, kedves rokon! Mi jó magyarok vagyunk. Az én gyermekeim mind magyarok, magyar iskolában tanultak. Vadmagyarok? Igen, ez a helyes mátyár szabadság. Ki dász, muss man Gábornak, ahogy ezt a beszédet hallgatta, egy pillanatra valami furcsa, fájdalmas nevető ingere támadt, alig bírta legyűrni. Egy német és egy zsidó védik a magyar szabadságot. Hát nem, ez már nem lehet igaz, mindennek kell határa legyen. De nem volt határa. Sonkoly lelkesen helyeselt a házigazdának. Igen, ezt meg kell érteni. A mi őseink évszázadokon keresztül véreztek ezért a földért, és ennek a népnek a szabadságáért azért ragaszkodunk hozzá jobban, mint mások. Ezért is vagyunk talán érzékenyebbek, mint illene. Ő is pán kezdett. Szerencsére a német, odépsétálcsa, hazafias szónoklatnak vége lett. A házigazda is más vendégcsoporthoz szegődött. Ketten maradtak. Sonkoly Edömér néhány percig szótlanul kavargatta a kávéját, szeme fürgén figyelte a vendégeket. Béla fiamnak jó ízlése van mondotta egy idő múlva kis hamis mosolyjal. A főispán a mosoly irányába nézett. A terem túlsó sarkában, egy alacsony pamlagra kuporogva, ott ölt Margitka. Mellette földre terített medvebőrön a sonkói fiú hevert. Éppen egymásra néztek és nevettek. Én nem bánnám, mondotta a halkan is tapintatosan edömérbáró, és újra mosolygott. Varjasi Gábor összehúzta a szemöldökét. Gyermekek, mondta mosolytalanul, szinte bosszankodva. Sonkói edömér ránézett. Gyermekek? S arcát valami szenvedő, fáradt mosolyba öltöztette. Bizony, már nem gyermekek, Gábor, nehogy emberek már, felnőtt emberek. Gondoltál már valaha arra, hogy ötven éves vagy? Telik az idő, Gábor. A főispán idegesen legyintett. Jó, jó, mindenki annyi éves, amennyinek érzi magát. De Edömér Báró nem hagyta el a megkezdett hangot. Gondoltál már arra, mit jelent az, hogy ötven éves vagy? Hogy az élet egy része elmúlt. Amire ma úgy nézel vissza, mintha csak tegnap történt volna, az annyi idő, amennyit nem érsz meg még egyszer. Színpadi mozdulattal ürítette ki pálinkás poharát. Ismered ezt az érzést, hogy még húsz év, és vége. Húsz év. Ennyi, meg ennyi idő. Pontosan kiszámíthatod, ha visszagondolsz arra, hogy húsz évvel ezelőtt mi történt. Félelmetesen megdöbbenhetsz. No, még egy ennyi előre, és azzal vége. Érzed az élet szűk korlátait? A főispán ingerülten mordult. Nem értem rá ilyesmire gondolni. Látod, ez a hiba mindnyájunknál. Élünk a munkáért, másokért, de azt mondd meg nekem, Kifizeti meg nekünk az életet, ami nem jön többet vissza. Miért nem jön vissza? Azzal tisztában kell legyünk. Egy életünk van, s az lassan elfogy, minden nap kevesebb lesz. Kifizeti meg nekünk az eltelt napokat. Amikor nem azt tettük, ami örömet okozott volna, hanem ami másoknak jó volt vagy hasznos, vagy egyáltalában csak egy kötelességnek nevezett vaskorlát között mentünk előre vakon. Ki hálálja ezt meg, és hogyan? Mivel lehet engem kárpótolni a soha vissza térő életért? Szinte mérgesen vágta ki a főispán a szót. Kárpótolja az embert a tiszta lelki ismeret, és a tudat, hogy mindent tőle telhetőt elvégzett tisztességesen nemzete és hazája szolgálatában. A nyugodt lelki ismeret a legszebb jutalom, amit valaki élete végén kaphat. Csonkói Edőmér gúnyosan elmosolyodott ezeken a szavakon. Homloka ráncait fölhúzta, vállakissé előre görbült, feje előre hajlott, és keze ösztönös, ősi, zsidó mozdulattal meglendült az álla alatt. Na és? Mondd már, mi a haza? Egy ország, melyikben hetven évemet le kell éjem. Mit bőkezüsködjek azzal a rongy hetven évvel, nem igaz? Nekem nincs többem. Szerencsére új vendég csatlakozott hozzájuk, mert Varjasi Gábornak már ölni készült a gorombaság. A következő pillanatban már másról beszéltek: vadászatról, nyulakról, rókákról. Szerencsére Varjasi Gábor nem érezte jól magát. Talán beteg vagyok, gondolta döbbenten. Vagy ez a társaság okozza? Elszoktam már az emberektől. Lehet, hogy igaza van Erzsébetnek, túlságosan lefoglal a munka, ma holnap remetévé változom. Igyekezett érdeklődést ébreszteni magában a társaság beszéd témáiránt. Lassan kószált egyik csoporttól a másikig, figyelt, itt-ott beleszólt, tele volt jó szándékkal. Nem sikerült. Nem érdekelte, hogy ki miért hibázta el a nyulat, hogy kinek raktak vizes szivacsot az ágyába múlt este a lányok, hogy kinek gyorsabbak a lovai, kibírja jobban az ivást, és kinyeri el kártyán a másik pénzét. Mégis beteg vagyok, gondolta rossz kedvűen, és észrevétlenül Margitka mellé húzódott. Figyelj ide, súgta neki, én hazamegyek. Fáradt vagyok, nem érzem jól magamat. Magyarázta zavartan a lány kérdő tekintetére, de ti csak maradjatok, a kocsit visszaküldöm. Csendesen kiment, senki nem vette észre. Megkereste a kabátját, puskáját, az inasoknak sem szólt semmit, maga ment az istállóba, megkereste a kocsist, befogatott. A falu a dombok némán és sötéten hallgattak az éjszakában. Minden sötét volt és komor. Csak a kastély kivilágított ablakainak fénye ragyogott végig a völgy fölött, messzire. Ahogy a kocsiban ült némán és fáradtan, hirtelen újra eszébe jutott az öreg úr szava. Bizony, Gábor, fiam, nem jó úton jártok. Mintha a kerekek is az zörögték volna, az volna a dombok, a kerekek az egész szagú őszi éjszaka. Aztán egy fordulónál újra meglátta messziről a kastély kivilágított ablakát. A fény messzire vetődött, vagította a kocsist és a lovakat. Hideg fény volt. Talán valóban nem jó ez az út, gondolta, s a szívében egyszerre valami Ijesztő nagy ürességet érzett, egy ok nélkül való, hasztalanul átdolgozott életfélelmét. Aztán hirtelen a kastélyfényeire gondolt, milyen üres fény, milyen céltalan, és milyen semmire való. Melege nincs, nem is világít. Az utatkeresőket csak elvakítja, ha szembenéznek vele. Nem látják meg a fordulókat, s árokba szaladnak. Nagyon fáradt volt, mire hazatért. Sötét volt minden, és néma. A falu, a kastély, beletemetkeztek az éjszakába, és lesték a csöndet, mely tele volt ijesztő, Üres várakozással. Beteg vagyok. Gondoltam, mikor fölment a lépcsőn, talán abba kell-e, ha ne hagynom a munkát. Valami nyomasztó rossz érzés feküdt a lelkén. Megivott egy pohár pálinkát, aztán lefeküdt. Nem volt álmos. Az ágyban szivarra gyújtott, hát ha megnyugszik ettől keserű volt a füst, nem ízlett. Hamar eldobta. Későre jött az álom a szemére. Összefüggéstelen gondolatok kergetőztek az agyában, néha olyan volt, mintha az egész ország a fejében kavargott volna, a maga sok bajával, küzdésével, gonoszkodásaival, pártviszájaival. Egy egész feneketlen nagy mocsár, amelyben süllyed az ember, süllyed az akarat, süllyed a jó szándék, süllyed a magasabb emberi hivatás. Az iszap egyre fárasztóbb lett, egyre mélyebb, egyre szürkébb. Egyszer csak egy sovány arc látszott benne, és szitkozódott, hogy magyarul kell tanuljanak a gyerekek Pécset. Aztán egy püffet gúnyos ábrázat vigyorgott, hogy na és mond már, mi a haza, egy ország, ahol hetven évet. Egyre nőtt az iszap, egyre mélyebbre süllyed benne, már a nyakáig ért, már az álláig, már alig kapott levegőt, aztán összecsapott fölötte a sötétség, és elaludt. Reggel dörömböltek az ajtón. Álmosan mozdult. Méltóságos báró úr! Méltóságos báró úr! Érezte, hogy rázzák a vállait. Szemhéjai ólom nehezek voltak, amikor végre ki tudta nyitni. Na mi az? Az ágy előtt, képéből kipkelve, sápattan és borzosan feri állott az inas. Méltóságos báró úr, lihegte. Alázattal jelentem, éjszaka meghalt az öreg nemzetes úr. A nemzetes asszony ott állt a nappali szoba közepén, pergamen sárga arccal szigorúan, keményen és pihenés nélkül rendelkezett. Ide a ravatalt, nem úgy te szamár odani a közepére, Andrus fiam, az új fekete gúnyájába kell öltöztetni a nemzetes urat. Kardját melléje tegyétek azt, amelyiket a megyegyülésen hordott mindig. Mit kérdette szamár? Azt, na azt. Lajjék, ássák meg a sírt, pontosan ott, ahol mutattam. De azért maga is kiment lajjékkal megmutatni a helyet. Ott fönt, a kert sarkában két vadonnőtt isva között, ahonnan le lehetett látni a túra és végig a völgyön. A völgyön, amelyen annyi idő folyt át, s mely úgy idekötözte őket az élet lassú szálaival. Imre, fiam, ide készítesz majd egy padot. Ide, ni látod? Ide a kőrisfa alá. A nemzetes asszony keményen viselte a halált. Nem sírt, nem búsongott, ha István utoljára még ezt is a vállára rakta, hogy hamarabb elment, s reálhagyta az utolsó intézkedéseket is, hát vállalta. Sok mindent vállalt már az életben, és sok mindennek csinált Istvánért. Ezt az utolsót, ezt már igazán elvégezheti még. Jött ment a házba, szinte megfiatalodott a cselekvés lázától. A szakácsnét keményen lehordta. Mit sírdogálsz itt, te Mári? Tán azt szeretnéd, hogy örökké éljen az ember, aki megvénül, meghal. Hála Istennek! Na, nem mind ajgas, hanem kész készítsd a frustukat, mert mindjárt megjön a fiskális, és éhes lesz bizonyára. A fiskális Kovács Ferenc után még hajnalok hajnalán elment a fogat. Idejében legyen itt, sok végezni való van. Lassan elkészült a ravatal, a nappali szoba közepén. Ambrus felöltöztette Varjas Istvánt, új, zsinoros fekete ruhájába, lábára húzta könnyű szattyán bőrcsizmáját, melléje fektette a rezes kardot. Úgy feküdt ott, Varjas István, megbékült arccal, parádésan, mint aki az Úristenéhez készül látogatóba. Azzal a régi módi istenhez, aki zsinoros ruhában, csizmáson, kardosan szereti a magyarokat. A régi vágású magyarokat, amilyen Varjasi István, mire a főispán sápattan és vonagló szájjal megérkezett, már készen volt minden. Hamar elment. A koporsó készen volt sok-sok esztendő óta. A dobói szőlőhegy diófájából készült, és sok-sok nyáron, sok télen át várt türelmesen a padláson, arra az időre, amikor majd szüksége lesz rá a gazdának. A főispán bejött, és döbbenve megállt a ravatal előtt. Megállt, mintha leszögezték volna. Néhány pillanatig mozdulni sem tudott. Sápadtan és kimérten nézte a megbékélt arcú, szakállas halottat, aki ott feküdt a nyitott koporsóban, fenyőágak és őszi rózsák között, komolyan, kardosan, csizmásan, feketében, mint valami régi fejedelem. És aki az apja volt. Az apja. Ez a szó egyszerre olyan furcsa volt. Mintha messziről, nagyon messziről tért volna vissza valaki, egy emlék, vagy csak egy szó, apa. Valahogy éppen olyan, mintha újra gyermekké változott volna, mintha itt élnének most is a tanyán, mint akkor. Igen, mint akkor, amikor eljött az az osztrák tiszta katonáival, és elvitte apát Kofsteinba, a börtönbe, igen. Ilyen volt az is éppen ott, álltak a tornácon ő és Ilonka, apjuk fölvette a parádés ruháját, aztán kocsiba ült, a kocsi elindult, és mögötten lovon mentek a katonák, akik értejöttek. Most is érte jöttek. Szigorú parancsal, és nem lehet tenni semmit. Nem lehet tenni semmit valami nagy-nagy fájdalom tépet hirtelen a szívébe, és a szeméből kigördültek a könnyek. Újra gyermek volt, újra vitték apát a katonák, ismeretlen katonák, ismeretlen útra, és nem lehetett tenni semmit. Hiába főispán, hiába nagyúr, hiába hatalmas ember, az ellenség újra hatalmasabb. Bejött az öreg asszony. A főispán ispán odament hozzá, nélkül lehajolt és kezet csókolt. Arcán könnyek folytak végig. Anyja megcsókolta a homlokát, kezével végig simított a fején. – Látod? – mondta csendesen. – Látod? – Itt hagyott. De sírás nem volt a hangjában, s a szeme is száraz volt, mélyen ülő, fáradt. A fő ispán fölemelkedett. Készítik már a helyet, szólottam, a kriptában. A nemzetes asszony ránézett csodálkozva, aztán megrázta a fejét. Nem lehet. Tudod, hogy nem lehet. Már ássa a kertben, ahol kívánta. A kriptát néhány évvel ezelőtt építették. Széles, nagy kőkriptát címeresett a kastélykert fenyői között. A főispán úgy számta, hogy valamennyien elférjenek benne még az unokák, és nem is gondolta arra, hogy az öregek máshol akarjanak. Ilyetten nézett az anyjára. De mama, hiszen azért, az öreg csak rázta a fejét csendesen. Nem lehet, fiam, tudod, hogy nem lehet. Istenem, csodálkozott magában, hogy is nem érti meg ez a nagy ember, ez az ő fia, hogy azt nem lehet? Hogy ők itt éltek, ezért éltek, ez volt számukra az otthon, az élet, a világ. Ők csinálták a maguk két kezével. Hát hogyan is lehetne máshol? Kocsi robogott a ház elé. Varjasiné kihúzta magát, megint a régi volt. Mári, a fiskális úrnak hozhatod a frustukat. Oda a vendégszobába, fiam. Kovács Ferenc fekete ruhában leszállt a kocsiról, a tornácon kezet csókolt a nemzetes asszonynak, mondott halkan néhány szót, aztán bement. A főispán felé mély meghajlással köszönt, s megállt a ravatal előtt. Nézte a vén halott magyart, csontos, megbékélt arcát, szelíd mozdulatlanságát, Senki nem volt neki ez az ember, mégis valami szomorú meghatottságot érzett, mégis, mintha az övé is lett volna egy kicsit, ahogy ott feküdt, kardosan, parádésan, nagyon-nagyon urasan, ahogy csak az feküdhetik, aki minden dolgát elvégezte jól, s most audienciára megy jelentést tenni az Úristen elébe. A nemzetes asszony eligazított néhány virágot a ravatal mellett, aztán intett az ügyvédnek. Jöjjön, fiskális úr, várja a reggeli! A vendégszobában csak ketten voltak. Mikor Kovács Ferenc megreggelizett, a nemzetes asszony elővett a fiókból egy darab papírost. Itt van né? Nézze, fiskális úr, ez a végrendelet. Ő írta két hónappal ezelőtt. Tanukat is tett rá, egyik a tiszteletes úr, a másik Ambrus, régi cselédünk. Ebben mindent megtalál István szegény, rendes és pontos volt mindig. Megleli azt is, hogy mi van, s azt is, hogy mi legyen vele. Ez akkor lesz érvényes, ha én is meghalok. Csak csinálja megmentél előbb, hogy biztosan lássam, mert eszen én se húzom már soká. Ne beszéljen, ne bosszancson. Az ilyen vénasszonyok minek éljenek tovább. Eddig se volt sok értelme, most meg éppen semmi. Na de ide figyeljen, ezeket el ne tévessze. Ambrus az öreg kap két tehenet, amit ő választ magának. Megkapja azt a háromholt kertet a faluban, amit most is használ. S kap a pénzből négyezer pengő forintot, hogy vénségére gondja ne legyen, érti? Mári? Na, a többit megkapja itt, apróra följegyezve az egyház kap 20 000 forintot, hogy fölépítse varjason a templomot, amit az oláok leégettek volt annak idején. A többi, a földek itt mind, a major, a ház, az állatok és a pénz, ami marad, az lesz, ami István unokánké. Érti? Szegényen nem sok hasznát fogja venni, bizony. Nem így gondoltuk el régen. Na mindegy, ide figyeljem. Itt áll az is. Az ő halála után Gábor kapja, azzal a kikötéssel, hogy sem eladni, sem megterhelni a birtokot nem szabad. És köteles azt annak a fiának átadni, 25 esztendős korában, aki vállalja, hogy ide költözik ebbe a házba, itt él élete végéig, és egyébbel mint ennek a földnek megmunkálásával nem foglalkozik. Ha ilyen gyerekem nem akadna, vagy pedig ő nem tartaná be azokat, amiket itten kikötöttünk, akkor az egész vagyon mindenestül az anyaszent egy házra száll. Érti, fiskális úr? Hát, ez csinálja. És tegye a végére, hogy mindezeknek a végrehajtásával és felügyeletével magát bízzuk meg, és tesszük felelőssé az Úristen előtt. A főispán ez alatt ott állt a tornácon egyedül. A tanya fölött ragyogott a szeptemberi reggel, az égen nagy bodros felhők húztak át. Burkus a tornácon hevert, mogorva vén szemekkel nézte az ajtót, amely mögött a gazda feküdt, fenyőágak és őszi rózsák között ravatalon. Talán érezte már, hogy a gazda nincsen itthon. Talán érezte, hogy utána kellene menni, oda messze, hová útját vette, hogy soha többé vissza ne térjen, a főispán a kékeget néztes a felhőket, ahogy fehéren tova úztak a tanya fölött, érezte, így úztak el az évek is simán, szelíden és félelmetesen mégis. Félelmetesen, ha így visszatekint az ember, és látja, hogy már annyi minden eltelt, és annyi minden változott, és érzi, hogy valahol belül is szövi hálóját az idő nagy pókja, s a háló rendre elfödi ezt meg azt. Félelmetes, állt, nézett, és arra gondolt, hogy mennyi minden itt történt meg ezen a tanyán. Mennyi minden! Úgy mélyen az emlékei mögött látta, hogy a házat építkették, födelét feltozták, fákat ültettek, hiszen semmi sem volt, csak egy kopár, nagy domb, ócska zsellérházzal, régi istállóval, düledező csürrel. Két ember akarta, hogy élet nőjön ezen a dombon, és élet nőtt rajta. Barátságos kis ház, négy széles istálló, két csűr, egy gabonás, tizenkét cselétház, gyümölcsös kert, fenyők. És most egy sír is hozzá. Egy sír, igen, mert közben eltelt két élet. Csak ennyi volt, és eltelt. Minden élet csak ennyi. Az ember akar valamit, építget, rakosgat, törekszik erre-arra, aztán vége. Amiért élt, azt itt marad másoknak, akik idegenül állanak előtte, sokszor lebontják, és újra kezdik a maguk akarata szerint, ha nem is bontják le igazítani rajta ezt meg azt, s letörlik lassan az emlékezés nyomát a régi életek ösvényeiről. Igen, a sír. Az is itt lesz ebben a kertben, hogy azzal is idekötözze az életet ehhez a dombhoz. A főispán keserűséggel gondolkodott. Miért itt? Miért mindig a tanya, az alacsony élet, a szegényes egyszerűség? Hát nem jó, amit ő csinált, a kastély, az uradalom, a haladás, az európai kultúra, nem szép, nem jó. Mit vétett a kastély és a fölfelő törekvő, győzelmes életforma, hogy még a halálban sem lehet megbocsátani neki. Nem visszatetsző, nem nevetséges valósággal, hogy ott van a szép, nagy kripta, üresen, címeres családi kripta, amilyen illendő, hogy legyen minden nagy családnak. És ugyanakkor itt is legyen egy sír, itt a tanyán, ahová úgysem temetnek mást, többé csak bérest meg parasztot. Az úton fölfelé emberek jöttek, lassú mozgású vénparasztok, kis tömött csoportokban. A tornác előtt megállottak bátortalanul. A fő ispán rájuk nézett. Mit akartok? Néhányan levették a kalapjukat. Ha úgy hallottuk, kezdték zavartan, azt beszélik, hogy tán meghót volna a nemzetes urunk. Ő is páncsot bólintott. Arca komoly volt, sovány, szakállas. Az emberek gondolták, hasonlít az apjához is, az édesanyjához is, a szigorúsága, lehajtották a fejüket, bólogattak. És te nyugosztalja, bólogattak. Szép kort megért. Egy fehér bajszú, öreg sóhajtott. E, eh, ez a rendje hiába élünk, és meghalunk. Áltak, bólogattak. A főispán ideges lett. Mit akarnak ezek, mit állnak itt, és mit bólogatnak? Úgy tesznek, mintha az ő halottjuk volna. Pedig senkiük, semmiük, semmi közük hozzá. Még cselédek se voltak, csak azért jönnek becsületből. Kinyílt a vendégszoba ajtaja, s jött a nemzetes asszony, mögötte az ügyvéd. Az emberek egyszerre szedték magukat, köszöntek. A nemzetes asszony rájuk nézett, arcán megenyhült a szigorúság. A tornác lépcsőnél megállt. – Na, Máté! – szólott oda a vén, fehér bajuszura. – Bizony, eltölt az idő arca olyan volt, mint máskor, szikár, ráncos, mosolytalanul szigorú. De a szemébe, mely máskor éles volt és kemény, ha az emberre nézett, a szemében ködös fájtlakot bontott valami, talán a bánat. Vagy talán az idő, mely eltelt. A ráncos szemhéjak alatt két szürke szem lapult most, két szürke, Szürke, öregasszony szem. Kicsit bánatos, kicsit aggódó, kicsit messzire néző. Nem kutatott élesen az emberek arcán, nem hasított metszőn a vesékig, nem villámlott és nem csillogott bátran az élettel szemközt. Olyan volt, mint minden öregasszony szeme, aki egyedül maradt, mert meghalt az ura. Az emberek nézték, mély nézéssel, kicsit lehajtott fővel, topogtak a keményre taposott földön, és elkezdtek újra bólogatni. Bizony, sóhajtottak, bizony, szegény nemzetes úr szép időt megélt, és te nyugosztalja. Ennyit mondtak, semmi többet, csak álltak. Idő után megszólalt Máté az öreg így akarta az Úristen. Hát így akarta. Hanem, hogy nekünk ezentúl kiviseli gondunkat, azt már nem tudom. Mind bólogattak, és mind lehajtották a fejüket. Bizony, műnk nem tudjuk, mit vesztettünk. Münk bizony. A nemzetes asszony a fiára nézett. A főispán ott állt a tornác karfáján a dülve, és nézett az emberek feje fölött. Talán nem is hallotta a szót, talán nem is ügyelte. Most már a nemzetes asszony is bólogatni kezdett, úgy éppen, mint az emberek, akik odalent állottak kis szomorú csoportban. Kocsi robogott föl az úton, Erzsébet ült benne. Fekete ruhában volt, kezében roppant nagy virágcsokor, s a kocsi bakján ott ült az uradalmi kertész, remekben készült koszorúval. Az emberek félrehúzottak a tornác mellé, a kocsi megállt, Erzsébet leszállt kezében a csokorral, a kertész hozta mögötte a koszorút. Szó nélkül fölment a lépcsőn, meleg asszonyos mozdulattal megölelt az öreg asszonyt, és hosszasan megcsókolta. Minka néni, maga átjön hozzánk. Súgta meghatottságtól halk és könnyes hangon is nagyon melegen. Mi elintézünk mindent menjen szépen haza a kocsival. Már elkészítettem a szobáját is. A nemzetes asszony megrázkódott ezektől a szavaktól, aztán kiegyenesedett. Szemeiről eltűnt a köd, nézése újra éles volt és vágott. Eszembe sincs, felelte élesen. Hogy is gondoltál ilyen szamárságot, hogy elhagyjam a házamat? Éppen most. Na nézte oda. Hallottátok? Fordult a tornác alatt álló emberekhez. Hogy az asszony csak úgy egyszerűen hagyja ott azt a házat, ha megben az ura holteste fekszik. Szökjön meg egyszerűen. Na szép is volna. Ilyesmit is csak ezek a mai dámák tudnak kigondolni, ezek persze. Ott hagyni a házat, amikor a legtöbb a baj a gond. Mérgesen koppantott a botjával, aztán elindult lefelé a lépcsőn. Lentről visszaintett Kovács Ferencnek. Jöjjön a fiskális úr, kezdjük a leltározást mindjárt az istállókon. Erzsébet a férjére nézett, arcán megdöbbenés, zavar és sértődés látszott. Piros volt, és a szeme könnyes, hogy ne, hiszen ő jót akart az öreg asszonynak nyugalmat, pihenést, kényelmet, hát nem értette meg. Varjasiné már ott haladt az udvaron keresztül, mellette Kovács Ferenc írószerszámokkal a kezében, s mögötte kis komoly csoportban a varjasi magyarok. Egyenes derékkal ment, magosa emelt, főkötős fejjel, csak éppen egy kissé jobban támaszkodott a botra, mint máskor. Sokan jöttek el másnap a temetésre, hogy ne, hiszen a főispán apját temették. Ott volt a Pollenberg család, Sonkoly Edömér báró gyermekestül, a környék előkelőségei közt szorongott talpik feketében és lógó orral, mint valami bánatos csókamadár. Proszpejek jogtanácsos úr is. Brencsák a jegyző, Avbauerul, sőt hátul ott ácsorgott ázik a zsidó is, a vadonatúj pepita ruhájában. János pap komoran állt a ravatal előtt, melyet kivittek az udvarra, a ragyogó szeptemberi ég alá, hogy mindenki részt vehessen a temetésen, kicsinyek és nagyok egyformán. A nemzetes asszony akarta így. Songoly Báróné és Pollenberg lányok gúnyosan összemosolyogtak. Temetés az istállók között, súgta ajakbigyeztve a Báróné. Érzitek a trágya szagot? A felesége nagyon rusztikus volt mindig. Az úri népek mögött széles, nagy karéban ott állt a cselédség, s a két falu magyarjai mind. Sokan voltak, rengetegen. A nemzetes asszony szeme megkönnyesedett, amikor a néma ember sokaságot meglátta. Bólintott, és halkan odasúgta a fiának, aki mellette állott. Látod, hogy szerette apádat a nép? Téged is szeretnek vajon? A főispán idegesen felelt és a röviden. Kíváncsiak! A főispán bosszus volt. Úgy érezte magát, mintha nép ünnepén lett volna, lepényevéssel, ökörsütéssel egybekötve. Restelte apja temetését az úri ismerősök előtt, a szegényes, egyszerű tanyát, az istállók között fölállított ravatalt. Micsoda komédia ez mamától, bosszankodott, ott lenne a módja ennek a kastélyban is a kripta előtt. Olyan ez itt, mintha egy gazdag parasztot temetnének, kinek egy falura való atya fia van. János pap pedig ott állt a ravatal előtt, szemek komoran végignézett a tömegen, gazdagon és szegényen egyformán, aztán mély, reket hangon elkezdte a beszédet. Atyám fiai Gábor próféta mondá, ki fejedelem vala Erdély ország fölött a Betlenek nemzetségéből, aki munkálkodik a maga nemzetének boldogulására, az kedves lészen az úr előtt. Aki pedig nem ezt cselekszi, hanem léhasággal, dőfösséggel, és hiú önzésekkel cseréli föl nemzete iránti kötelességeit, legyen az kicsiny vagy nagy, szegény vagy gazdag, hatalmas vagy pedig hatalom nélkül való, azt megbünteti az úr az ő fiaiban hetediziglen. Mert akit farkasnak teremtett vala az úr, az legyen az erdők farkasaival közös sorsban élő, akit pedig sasnak teremtett, vagy hernyónak, vagy bármifélének a teremtmények közül, az legyen a maga fajtájához hűséges és hasonlatos, mind gondolatban, mind cselekedetben, mind jóban és rosszban egyaránt. Ugyanígy éppen, aki magyarnak született ezen a földön, az legyen magyar, s a maga nemzetének hűséggel szolgáljon. Mert jaj annak a nemzetnek, amelynek fiai egymást elhagyják, a nagyok a kicsinyeket, s a kicsinyek a nagyokat ott romlás lészen, és gyűlölködés lészen, és konkolyt hint el a gonosz a búzavetésben, hogy kikelvén idegen magvakat teremjenek azok, melyek ellepik a földet, és elveszik a nemzetnek erejét. Azért, atyám fiai, mondom néktek, az Úr számon tart benneteket, kicsinyeket és nagyokat egyaránt. S ha egy is elvész a magyarok közül, az úrnak haragja sújtja le azt a pásztort, aki a vigyázásában gondatlannak mutatkozott. Akit az úr magasabbra emel, többet is kíván attól. Akinek pedig módja van a vigyázásban, és elmulasztotta az az eltörültetik e földnek színéről nemzetségével együtt. Nem tudván szolgálni a maga fajtáját arra sem méltó, hogy az urát szolgálja. Mert így mondja az úr, én vagyok az erős nemzetek istene, s aki hisz én bennem, hisz önmagában is. És megerősítem én azt munkának és harcnak erejével, hogy első lehessen a nemzetek között. Aki pedig nem hiszen én benne, de megfeledkezik apáiról és nagyapáiról, és nem féli a törvényt, melyet evilágért tettem, azt romlással sújtom, és kárhozat, tal, hogy szolgálna idegen nemzeteket, mind e világnak végezetéig. Atyám fiai, a törvény, az úr törvénye így szól. Mindenki számadással tartozik az ő testvéreiért, akikkel egy nyelvet beszél. Mindenki, külön-külön felelős az egészért, s egy is közülük, ha elvész, megbüntetem érte valamennyit. Így hangzik, atyám fiai, az úrnak törvénye, melyet tett minékünk és minden nemzetnek. Ezért úgy vizsgálja meg mindenki magát, és úgy élje a maga életét, hogy aki hitványnak találtatik, az elvész, és magja sem lesz többé az úrnak parancsára. Itt, ebben a koporsóban egy atyánk fia fekszik. Ki ismerte az úrnak törvényeit, és hűséggel tartotta azokat. Ki fegyvert nem fog, fegyver által vészel, mondja az írás és nemzetes báró Varjasi István urunk markolta a fegyvert, ahányszor csak kellett. Mindannyiszor. Harcolt a nemzetért, annak szabadságáért, az önkény és gonoszság ellen, s midőn elbukott a -e harcban a nemzet, ő akkor sem hagyta el. Hűséggel állott szenvedő népe mellett a bajnak nehéz esztendeiben, Várfogságon és minden szenvedéseken keresztül, Mert igaz ember volt, és igaz magyar. A szenvedésnek és keserűségnek pusztasága volt ez a föld, testvéreim, Üszkös romok és véres mezők fölött A gyűlöletnek kesejűi keringtek, Hogy lecsapjanak a magyarra, és ő akkor emelte dombra új siont, sziklára épült várat, hogy védelmére legyen a szegénynek, üldözöttnek és hazátlannak. Sokat változtak azóta az idők, de e nemzetnek sebeit nem gyógyító írral gondozzák ma, sem e világnak urai, Csupán színes és haszontalan kendőkkel takarják, Hogy szemük ne sértse az. Nemzetes báró Varjasi István, búcsúzom tőled, E maroknyi magyar nép szívével, kinek te voltál gondos ura, Harcos vezére, aggódó és szerető édesatya. Vaj, ha azt mondhatnánk valaha, hogy az ürességet, amit magad után hagytál mi közöttünk, bétölthette más, ki helyedre állott, hogy atya legyen e atya vesztett népnek. Az Úr kegyelme és minnyájunk áldó szeretete legyen te veled, a nyugodalomban, mind az időknek végezetéig. Ámen. Mi atyánk! A hallgatóság egészen különbözőképpen fogadta ezt a beszédet. Hátul a cselédek és a falusiak széles dűrűjében, ahol ember, mell ember mellett állott tömötten, az ünneplő parasztruhák fölött megilletődött, komoly arcok fordultak a pap felé, a szája kissé nyitva voltak, egy-egy tenyér tölcsért formált a fülhöz, hogy elne egyetlen szó sem. A fejek néha bólogattak, ellágyult megereszkedéssel, a szemek mélyen őszintességgel csillogtak, úgy igaz mind, ahogyan a tiszteletes úr mondja, bizony úgy igaz. Kár az ilyen emberért, hogy nem maradhat örökké fiatal. Kár, hogy ilyen ember nincs még egy sem az urak között. Bizony, öreg volt ő már, s hogy meghalt, az annak gond csak, aki itten maradt. Beszélni sem kell, arról tudja azt mindenki, ha a tanya az uradalomhoz kerül, vége a részes kapálásoknak, aratásoknak, szénagyűjtésnek. Vége bizony. Ha egyszer ráteszi a lábát a tisztartó erre a földre, már csak az oláoknak terem az ezentúl, nem a magyaroknak. Bizony és az emberek ott hátul bólogattak a pap szavain, gonterhelten, szomorúan. A második gyűrű, ahol a kaputosok állottak, magukra erőszakolt komolysággal, már hiával volt minden egységnek a beszéddel szemben. Hofbauer úr például alig győzte, az elszörnyülködést viselni, amit a pap pogányos beszéde belőle kiváltott. Felháborodva tüzelt az arca néha, fújt egyet-egyet a megbotránkozástól, tátogott, mint a partra vetett csuka, s elképedve nézett hol egyik, hol másik szomszédjára. János papnak egy-egy saját gyárdotta Bibliából vett idézete után, remegő hangon súgta oda szomszédjának a jegyzőnek. Hallod? Hallod, hisz ez gúnytűz a vallásból. Ez a krisztusi tanítások kicsúfolása. Barzasztó, jaj, Istenem, bocsáss meg neki! A jó Aufbauer úr ájtatos szemforgatásai nem sok hatással voltak a kis keszegjegyzőre. Franyek Zoltán azt figyelte csak, hogy melyik mondatból lehet majd olyan fegyvert kovácsolni, amíg kitekeri annak a papnak a nyakát. Mert, Frajnek jegyző úr, torkig volt már a dobói magyar pappal. Ez nem jó neki. Az sem jó neki. Folyton izgágáskodik, beleszól már abba is, hogy ki a bíró, ki a kisbíró, ki a dobos, ki a postás. Miköze van ezekhez egy papnak? Miért nem tud olyan békés és alázatos lenni? Mint ez a csúnya kis román pap, bezzegesz, sosem veszekszik. Ennek jó minden, ez nem szól bele abba, hogy mitrú lesz a bíró, vagy más. Vagy zseperuc hordja a postást, vagy nem zseperuc. Ilyen a jó pap, mint ez a román. Nem politizál, nem potyog bele a közigazgatásba, szelít, vidám, alázatos. Ilyen kell legyen az új magyar pap is, aki ennek a helyére kerül majd mert hogy ennek most ki lehet törni a nyakát ezzel a beszéddel, az biztos. És a jegyző apró hörcsök szemei figyelmesen tapadtak a papszájára, hogy minél több pogányságot lessen el, minél többet és minél súlyosabbat. Néha elmosolyodott alig észrevehetően, ez igen, ez jó volt, na megállj, Holló János, ezt nagyon jól mondtad, éppen elég tanú hallotta. A jegyző mellett ott állt pecsétes fekete ruhában Rádu Konstantin. Szakállában hegyesedő vörös a képes sunyin lapított, és nézte az összegyűlt uraságokat. Ha! Nagy temetés, nagy! Fő ispán apja, ha, ha, nagy magyar úr, meghalt, ha, Föld, sok föld. Uradalomhoz került. Persze, persze. Hová kerüljön? Sok föld, sok jó föld. Brencsákhoz került, bácsi elhez került a sok jó magyar föld. Hm, testvérek, lesz föld, ha. Nézzétek, hogy búsulnak a magyarok. A részesek, tudják. Nem kapálnak többé, nem kapálnak többé ezen a földön, ha-ha. Jól van, Isten jól van, Májkász finte, nagyon jól van. Há, nagyon jól van. Ez a pap is. Beszél, beszél, beszéddel nem sokra megyünk. Mi nem beszélünk, nem bizony, de majd bács jön majd az, ha testvérkék. Rumunykád, nincs semmi baj. Prosperiek János jogtanácsos úr egyenesen állott és komolyan, Kemény feketek alapját két összetett kezében tartotta a hasa előtt, és mereven nézte a földet. Hivatalos arcán a kötelesség teljesítés komoly elszántsága tükröződött. A főispán apjának temetésén vagyok, a főispán jogtanácsosa vagyok, tehát illendő, hogy itt legyek, hallgatta a papot, de nem figyelt rá. Arra gondolt, hogy lesz megint egy a rakás munka az átírással, leltározással, örökösödési illetékkel, mindenfélével. Vigyázott azért, hogy egyenesen álljon arca résztvevő legyen, és tisztelettel teljes, és vigyázott arra is, hogy ne legyen túlságosan közel szomszédjához, a román paphoz, mert hát, ha elvégre az ember mégiscsak jó hazafi és úriember. Kovács Ferenc szerényen húzódott hátrább, majdnem a parasztok közé. Kerek barna ábrázatából két komoly szeme, a papot figyelte, minden szavát magába itta, arca olykor kipirult tőlük, olykor elszorult a lélegzete, s ő őszinte bánatot érzett. Talán az egész kaputos társaságban ő volt az egyetlen, aki Varjasi Istvára gondolt. És arra, hogy meghalt. Ő is akár csak háta mögött a parasztok, annélkül, hogy tudott volna róla néha, megbólintotta a fejét, ha a pap szíve szerint való igazságot mondott. Bizony, gazdátlanul marad ez a nép, bizony kár, hogy nincsen magához való utódja az ilyen embernek. Szeme olykora meg is könnyesedett. Érezte sok szegény magyar bánatát, érezte a pap folytott regettes szavaiban a veszteséget, ami minnyájunkat érte, s ha nem is az embert, hiszen Varjasi Istvánt az öreget jóformán alig ismerte. De ő szintén gyászolta a Varjasi tanya egyszerű, józan gondolkodású urát, a küzdelmes életű öreg magyart, akihez hasonló sok kellene ennek az országnak. A többiek főszolgabíró, szolgabíró, szomszédjegyzők, vármegyei tisztviselők mind egyébbel voltak elfoglalva. Eljöttek, mert megkívánta az illedelem, hiszen a főispán apjáról van szó. Eljöttek és álltak a helyükön, nézték az istállók falát, a kifutóban szaladgáló borjakat, vagy nézték a főispán családját, vagy nézték a szemközt levő asszonyokat. Az asszonyok sem tettek egyebet. Ők meg a férfiakat nézték. A jegyző gizikéje megállapította, hogy az az új főszolgabíró nem is csúnya ember, sőt, hegyke bajuszkája egészen kívánatos. Elképzelte, hogy milyen lehet a főszolgabíró, amikor csókol, és ettől a gondolattól kellemesen liba bőrös lett a háta. Piroska kisasszony egyre kukabercit nézte, ahogy ott veresedett, kiszűkült fekete ruhájában, melyet valaha diákkorában viselhetett, amikor elegációba járt az alföldi falvakba. Szűk volt szegénynek a ruha. Keze csuklón felül idédlenül kilobogott belőle, galéria magasan állott, még a csíkos ingből is kilátszott egy darab, s a nyakkendője úgy fityeget idélen csomóra kötve, mint kuvasz nyakán a madzak. Vajon mikor kéri már meg a kezét? Vagy arra vár, hogy ő kezdje el? Istenem, csak lenne alkalom. És piroska arra gondolt, hogy nem sokára vége van a meleg szép időknek, esti sétáknak. S ez a kevés alkalom is megszűnik, ami. Így néha-néha van. Talán, ha ma este sétálnánk újra, talán rádölhetne a fiú vállára, talán magához húzhatná a fejét és megcsókolhatná. Jaj, milyen szép lenne. Ezen a körön belül, melyet a kaputos rendalkotott, egyetlen keskeny körben ott ültek a ravatal körül a családtagjai és a szomszédok. Különböző, kihordott székeken ültek, feketén és némán. Ott voltak a Pollenberg lányok, mind a hárman soványan, gyászosan és szótlanul. Nem néztek sehova, csak a földre. Kezüket ájtatosan összefogták és gyászolták az időt, mely eltelt felettük is. Mellettük sonkói edömér feszített feleségével a szép bándikatinkával Fejét feltartotta, nézte az eget, a szembe levő arcokat, tekintetek közömbös volt és unalmas. Mintha meg akarta volna mutatni a halottnak, hogy nem miatta ül itt, hogy nem felejti el a képviselő választást. Csak éppen azért jött el, mert a főispán apja volt, s a fő ispán neki barátja. Csodálatos, hogy eszes, művelt embernek ilyen bogaros apja lehetett, és ilyen közönséges. Szegény Gábor, mit érezhető most? Temetést rendezni tanya udvaron, marha bőgés között, kereken rakva koszos parasztokkal. Hiába az öreg öregasszony bolond volt mindig. Szegény mama is emlegette. A szégsor végiben az unokák ültek, Margitka, Gábor és a három detrefió. Ilonka nem jöhetett el, tavasz óta fekszik. Csak egy szép, hosszú levelet írt az anyjának, s kérte, jöjjön el hozzájuk. A gyermekek vígan voltak, alig tudták nyelni a jókedvet. Gáborka valahonnan fekete battát szerzett, azt mutogatta suttyomban, hogy majd a fülébe teszi hogy az is. Így fog lemenni a falusi táncba vasárnap. Aztán fölfedezte a pap Ádám csutkáját, s rájött, hogy minden mondat után nyelni szokott egyet, s ilyenkor a sovány nyakon fels leszalad az Ádám csutka. Elvihogta magát, aztán köhögni kezdett, hogy ne vegyék észre, egészen belevörösödött. Oda a többieknek is, és Morgitka attól kezdve mereven a papra szögezte a szemét, arcát erre, arra hajtotta, hogy zavarba hozza a beszélő embert. A ravatal lábánál ott ült a főispán. Összehúzott szemmel nézte a koporsót. A pap szavait nem is hallotta, apjával beszélgetett, aki bent feküdt a koporsóban, zsinórosan, kardosan és némán, mint egy darab múlt. Nem akarod megérteni? kérdezte a főispán a koporsót. Hogy ez a helyes út, amit én járok? Ez a fölfelé haladás egyetlen eszköze, a civilizáció, a polgárosítás, a város és kastély a magasabb életforma, amit te csináltál. Az jó volt akkor, védekezésnek, romantikus volt, talán hasznos is volt, vagyon gyűjtöttél, az bizonyos, én is azt teszem. De te csak a tanyáról láttad a világot, s a birkaszagú parasztok dolgain keresztül. Az ország dolgai ennél magasabbak, s csak föntről láthatók tisztán kastélyok ablakaiból. Külföld felé kell nézni, nyugat felé. A paraszt csak paraszt, sohasem nemzet. Ez is puta szó, hogy nemzet, és elég üres, az ország polgárokból áll. Jó és rossz polgárokból, szorgalmas és rest polgárokból, gazdag és szegény polgárokból. Az ország gazdagsága a polgárok gazdagsága. Ezt kell először megérteni, mindegy, hogy ki az a polgár. Adót fizessem, gyarapodjon, tartsa fönn az országot. És az haladjon előre. Aki arra való, zsinoros ruha, micsoda szégyen és szamárság ez. Meg parád és kocsin, elcsúszik, megbámulják az idegenek. De már az inas legyen olyan, mint máshol a világon, az ember pedig igyekezzen inkább a kulturált népekhez hasonlítani, mint a régi barbárokhoz. Egy németnek sem jut eszébe, hogy páncélba öltözzön, vagy ökörszarvakat vegyen a fejére, mint a régi teutonok. Ez a tanya is a maga elmaradt rendszerével. A parasztok följönnek a szobába, ha valami bajuk van. Persze, hogy megnő a szarvuk. Éreztetni kell velük a tekintély súlyát, amit a kultúra jelent. Vagy talán azt gondolod, hogy a paraszt a maga tudatlanságával bele kell kotyogjon az ország dolgaiba? Itt van ez a Kovács Ferenc is. Kellett belőle képviselőt csinálni? Paraszt fiú. Az országházában egyebet sem tud, mint apró paraszt ügyekről beszélni. Hogy az olább paraszt elnyeli a magyar paraszt földjét? Hát aztán legyen szorgalmasabb és ügyesebb. Már mindenki unja ezt a Kovács Ferencet az örökös siránkozással. Mikor beszélni kezd, a képviselők kimennek szivarozni. Itt egy ezer éves ország dicsőségéről van szó. Azt kell ünnepelni és mutogatni külföld felé, hogy ismerje meg a magyart. Nem lehet ezt a magasztos hangulatot apró nyavajgásokkal csúfítani ilyenre is csak egy paraszt fiú képes. De persze, ahhoz, hogy az ember megértse ezt, föl kell emelkedni a tanya porából. A főispán mellett ott ült Erzsébet. Asszonyosan, puhán, vörös szemekkel. Mélyen is tudatosan érezte a gyászt és a temetés bánatát. Férjének apját temette, ó, nem azt a csizmás, istálló szagú furcsa öreg urat, hanem férjének az apját, gyermekeinek a nagyapját, a legöregebb varjasi bárót, aki láthatatlan, és előkelő feje egy nagy családnak, s az illedelem határain túl is érezte az őszinte fájdalmat, ami a szívében volt. Istenem, hiszen a halál, az valami nagyon szomorú és nagyon sötét dolog. Időnként meglátogatja a családokat, és emlékeztet mindenkit arra, hogy az élet nem végtelen, és ez nagyon-nagyon szomorú. Mert az embernek eszébe jut, hogy rendre, mint temetések lesznek. Ez is az is meghal, a világ üresebb lesz, mind üresebb míg végül az embert is eltemetik. Erzsébet asszony olykor megtöröltek is fehér zsebkendőjével a szemét, és szinte megbotránkozva nézett anyósára, aki ott ült mellette ráncos, sovány, szigorú arccal, és nem sírt, még csak nem is volt könnyes a szeme. Pedig az ő férje volt. Istenem, jaj, ha Gábort temetnék, és Erzsébet asszony újra elő kellett vegye a zsebkendőt. A nemzetes asszony eleinte szigorúan figyelt a papra. Minden szavát megrákta, megemésztette, mint évek óta már. De aztán eltévedtek a gondolatai a koporsó és a pap között, s attól kezdve nem hallotta, hogy miket mond a pap. Lelke a hálánál járt, és az életnél. Annál, ami volt, és annál, ami már nem lesz többé soha. Aztán az urára gondolt, és megnézte jól a koporsót. Sokszor látta fönt a padláson. Diót, Magyarót tartottak benne évekig. De most, most más volt benne. És lassan kezdte megérteni, hogy István, Eddig annyi munka volt rendezni ezt, rendezni azt, mindennek utána nézni, hogy rendben legyen. István adta ezt a dolgot is, mint annyi mást, és el kellett végezni becsülettel. De ott a koporsó mellett, a sok fekete ruhás ember között, amíg a pap beszélt, nem volt semmi munka, csak ülni és nézni a koporsót, amelyikben István alszik. Alszik. Csak ugyan alszik. És akkor egyszerre rádöbbent, élesen hasított belé a tudat. István nincsen többé. Nincsen. Éppen úgy, mint ahogy nincsen meg a tegnapi nap, és sok-sok többi, ami elmúlt. István is elmúlt. Nem utazott el, mint máskor, egy-két napra. Nem utazott el. Itt van, és még sincs sehol. Nincs. Nem is lesz többé. Sohasem. Jaj. Nem járkál a tornácon többé, és nem üldögél a diófa alatt. Nem veregeti meg a kutyanyakát, nem nézegeti a virágokat, nem pőfékel este a lámpa mellett nagy bolygos füstfelhőket a pipából, és nem beszéli meg Ambrussal a szántást. A szobápak nem lesz pipaszagjuk többé, s kabátja, botja, puskája. Úgy hevernek gazdátlanul, mint céltalan és felesleges holmik, amiket valaki örökre itt hagyott és az öreg asszonynak ott a ravatal mellett egyszerre, mintha valami jéghideg kész szorította volna össze a szívét. Agyában a magára a hagyatottság borzalmas félem levonaglott. Hogy jaj, jaj, mi lesz, hol találom meg Istvánt? Hova menjek érette? És mi lesz most? Mi lesz, ha csak ugyan nincs többé? István, jaj, István! A pap befejezte a beszédet, imádkozni kezdett. Mindenki felállt. És az emberek csak annyit láttak, hogy a nemzetes asszony támolyogva a koporsóhoz lép, leroskad rá, átöleli két sovány karjával és hangos fájdalommal. Fölzokok. Jaj István, jaj, miért hagyott el engem?